Ezért az összes olyan szimbólum, ami ezt leképezi, vagy gondolat, az elég csak egy mester hozzá, hogy segítsen abban a folyamatban, hogy mindenkinek magában megalakuljon ez a kép. Nem tudom, hogy próbáltam így körülvenni, hogy kinek volt ilyen élménye, hogy ezek a formák így megjelentek így. Gondolom, nektek azért úgy már volt, nem? Neked biztosan. Tehát, hogy magát ezeket, amiket ki van állítva, kiállításon vannak ezek a geometriai formák, amit most a egyik... Tehát, hogy ki vannak rakva ilyen ikozaéder, dodekaéder, ilyen mindenféle hajtott papírból vagy kiállításod bent. Azt ajánlom nektek, hogy nézzétek meg. Egyik hallgatónak a alkotásai, és azt hiszem, hogy kislányának vagy kisfiának is, de közös alkotások vannak ott kint. Nagyon szépek, tehát a formai világban azok a formák úgy létező dolgok. A gondolatnak is van ereje és formája. Tehát egy érdekes dolog, hogy így volt egy látó, amikor a látónak, azért is ez ilyen látó is kell, tehát nem azt mondta, hogy Jézus, meg ilyenek, hanem az ő látóképessége az formai volt, és amikor mondta neki valamit, akkor ő elmondta, hogy ő milyen formákat lát a szavak mögött, vagy a gondolat mögött, úgyhogy gondoltam csak valamit. És ő neki formai szinten jött le, tehát ilyen geometriai szinten, és minden szónak, vagy minden gondolatnak van egy formája egyébként erről a szintről, ez egy titok, de ezt elmondom nektek, mert nagyon fontos dolog, hogy a fizikai szintről tovább jutni egy magasabb szint felé úgy lehet, hogyha úgymond az a szűrő a túlvilág felé, akkor így mondom inkább, tehát, hogy a gondolatoknak a formái szűrődnek meg, nincsen egyébként semmilyen kapu. Tehát itt van most a túlvilág, és meg itt van most a mennyország, itt van a mennyország, most itt van, konkrétan itt van, de a gondolatoknak a formái nem engedik meg, hogy ott legyél, bármilyen furcsa. Ez nehéz, nehezen lehet elhinni, de aki a mennyország kapujába át tud menni, én már voltam egyébként a másik oldalon, nem éber tudatban, de akár úgy is át tudok menni, alkalmasint. A lényeg az, hogy a gondolatok formái kötik ide az embert ehhez a jelenlegi valósághoz. Tehát, hogyha valakinek letisztulnak a formái, a gondolati sémái, ugye egyik előadásom pont a gondolati sémák volt a fő tananyag, amit az Ákos tartott. Ez automatikusan tisztult, tehát nem, érdekes, hogy nem kell tisztítani különösen, nem kell külön semmi eljárás ahhoz, hogy valaki ebbe az állapotba kerüljön, hanem egyszer eljut egy olyan szintre automatikusan, akkor már abba az állapotba el tud menni úgy is, hogy saját szándékából. Tehát nem kell hozzá semmilyen külső segítség, kazetta, hang, bármi más, hanem akarat kell csak hozzá, hogy vagy sikerül, vagy nem. Olyan, mint amit most belépek egy ajtón, vagy belépek azon az ajtón, vagy nem. Nem láttuk egy csomó ajtót, most egy körbenéztek, egy csomó falat, vagy át tudtok menni rajta, vagy nem. Tehát ez csak egy ilyen lehetőség, vagy egy képesség tulajdonképpen. Úgyhogy akik ezt meg tudják tenni, azok amúgy is meg tudják, akik éber állapotban is át tudnak kapcsolni arra meditatív állapotba, egy másik rezgésszámra, azok át tudnak menni a falon is, gondolatba, és vissza is tudnak jönni. Tehát ez érdekes, hogy egyébként ezt mindenki tudja, csak nem ismerte még föl magában. Mondjad. Ez egy veszedelem. Nincsenek veszélye. Jó, mondom, hogy mire gondolok. Ezek, amikről beszéltél, hogy falon át lenni, meg repülni. Csak gondolatban. Csak gondolatban. Nagyon érdekes dolog, hogy álmokban ezek mind előjöttek már. Hát így van. Az a röhely, hogyha felébredek és vissza tudom idézni azt az érzést, amivel azt meg lehet csinálni, de itt már nem működik. Így van. Ez baromi kínos, mert reggel felébredek és meg nem csalódás. A gond az, hogy a világ csodája, amennyire én tudom, azok akkor nyílnak meg számodra, amikor rájössz, hogy benne vagy. De várjál, a fiúknak biztos egyszerűbb, de a lányoknak is, amikor főz valaki, mindig megkóstolja, lányok, nektek szól a kérdés, mindig megkóstoljátok az ételeket? Nem. Na látjátok. Nem mindig. Akkor honnan tudjátok, hogy jó? Hát nem mindig jó. Állj, ez egy fontos kérdés. Ne nézzük le a kérdést. Honnan tudjátok? Igen. Látjátok? Ez a lényeg. Tehát abban az állapotban, amikor ezt csináljátok,
akkor már egy magasabb szinten mindenki, aki így csinálja, csak a buta szakács az, aki meg szoktam kérdezni, amikor én is tanulom a sütés vagy bármi főzés valakitől, mert ugye új recept mindig van, meg egyrészt nem is nagyon tudok gyakorlatban főzni, mert idő nincsen rá, de amúgy meg tudok. Tehát egy új ételnél mindig megkérdezem, miből mennyit tegyek bele. De utána, amikor már csinálom, ha egyszer megcsináltam, akkor már sose az van, hogy néha előveszem a könyvet, de én nem úgy főzelem be, hanem ebből ennyit, tehát úgy nézem, hogy mi történik, és vicces, és abból lesz egy jó sütemény, vagy egy jó étel. Nem vetitek észre, hogy akkor már egy magasabb, ilyenkor már, ezen a szinten, egy magasabb tudati állapotban vagytok. Tehát mindenki. Tehát ez a vicces, hogy ha úgy tetszik a mesternek, mondjuk én emlékszem dolgokra éber állapotban is, tehát az a lehetőségem adódott meg, hogy ezeket az én birtokoljam. Van és ez a képesség, mindenkinek van ilyen képessége, valamiben. Na most maga a főzés már egy ilyen spiritualitás, tehát ez a titok, de rengeteg ilyen van. Tehát régebben, hogyha mondok ilyen trükköket még, ahol az ember visszagondolva rájött, hogy valami nem stimmel, amikor valaki szerel, látja az ember mindig, hogy hol van az a csavar, vagy mit kell becsavarni, vagy látja valakit szemével, tehát a saját két szemével. Így van. Tehát akkor is abban az állapotban vagy. A kezeddel látsz. Inkább csak érzékeled a kezeddel. Nem érzékeled, látod. Én látom magamban azt, hogy az van a kép van a fejemben, hogy látom, hogy ott van-e a csavar, vagy nincs. Érted? Ha nem figyeltem, hogy nézem magadban, tehát nem a kezemet érzékelem, nem azt nézem, hogy nyom-e vagy hidege, az is van, de igazából azt, én látni szoktam, hogy ott van-e a csavar. Én nem látom, én csak a csavart érzem, a csavar fejét érzem. Másképpen fogalmazunk szerintem, de fogad, de látod. Az, hogy most az érzékelésnek, bocsánat, az a sikja van-e, hogy te... Kapításról érzékelem. Ezt így mondod, de hidd el, látod. Tehát ez addig, ameddig ezt nem tudod a vízióidban, ezt a kis transformációt megcsinálni, hogy akkor te abban a másik állapotban vagy, érted? Tehát a tudatodban nem engedi a fejed az elmét, hogy ezt tud, hogy te most abban az állapotban vagy, addig nem érzed meg ezeket az állapotokat. És te is volt külön, érted? Hogy mondok valamit, mondjad. Zöldre festem a csavart, és többi nincs zöldre festve. Akkor megmondod nekem, hogy zöldre van az a csavart festve, amit nem látom. Ez helyzetet, tehát meg tudod mondani. Persze. Tehát látod, tényleg látod. Ez olyan dolog, hogy amit elmondtam, azért mondtam, ez egy tömeges képesség. Érted, amit mondok? Tömeges képesség, de a felismerése egyedi. Ez a különbség csak úgymond a megvilágosodott, meg a tömeg között, hogy aki fölébredt, úgy mondják, hogy megvilágosodott, az csak észrevette azt, hogy megvilágosodott. Érted? Nagyon érdekes dolog, de egy hajszál választja azt az állapotot. Tényleg egy hajszál, a tudati korlát. Mert van olyan állapot, hogy nem veszed észre, hogy átmentél azon az állapoton. Mert főzésnél se vetted észre, hogy csessze meg, nem mértem ki, tehát csomó dolgot nem úgy csinálunk, járni se úgy járunk, hogy nézem, hogy bal jobb. De most a tudomány maga ezt úgy elkeni, hogy azt mondja, hogy vannak a tudatos dolgok, meg van az ösztönös. És az ösztönös besorolja a... Nem is azt, hogy hozott, mert neki nincs reinkarnáció, tudománynak nincs reinkarnációja, nincs ez a fogalom, hanem azt mondja, hogy azban már belekóstoltak, hogy a Földnek van egy ilyen egységes ilyen információs mezeje, vagy azt mondják, hogy a közös tudatból megtette, de ők nem arra gondolnak, hogy az univerzum közös tudatából, hanem a Földnek van egy ilyen érdekes módon arra gondolnak, hogy Földnek van egy ilyen nem mágneses tere, hanem egy ilyen gondolati tere. Erre már legyen elektromágneses. Jó, elmágneses térből szedted le. Ami egyébként igaz is. Csak nem azon a szűk szinten, ahogy ők gondolják. Tehát a világ akkor is működik, hogyha nem nevezzük meg, hogy mit csinálunk. Azért mondtam, hogy a bal jobb dolgokra, de két gondolj bele, akkor is figyelsz a saját testedre, amikor azt hiszed, hogy nem. Te vagy a felettes, én most nevezhetjük így, teljesen mindegy, de mozgatod magadat. Tehát el akarok jutni állapotba, és akkor a lábamat már megtanultam járni, ez arról szól, csak mozgatom a testemet. Ennyi.
Csak így mondom azt, én egyetértek veled, de mondom a szinteket, hogy most én a csavar nem mondtam, hogy lehet, hogy érzed a csavart, hogy ott van a csavar, fizikailag a tapintásoddal érzed, de az viszont kevés ember fogja megmondani, hogy zöld az a csavar, vagy nem zöld. Figyelj, nem az a lényeg sose, hogy megmond, mert hidd el, hogy ha haladunk ezekbe a úgymond elmélyülési vagy megvilágosodási részekbe, akkor nem az a lényeg, hogy a megvilágosodási folyamatban te fel tudod-e sorolni az állapotokat. Akkor így mondom. Na, maga az állapot a lényeg. Tehát nem fogsz emlékezni rá, hogy egy jó állapot milyen folyamaton keresztül jutott el hozzád, viszont ugye ugyanez, hogy vannak a szimpatikus emberek, meg a nem szimpatikus, vannak olyan táborok, ahol elmész, van olyan tábor, ami valamiért nem, és nem fogod megmagyarázni magadnak, hogy jobb esetben, hogy miért nem mentél oda. Valakivel közelebb ülsz, valakivel távolabb, tehát ezek automatikusan működő dolgok. A nagyság az ott kezdődik, hogyha fölismered a különböző állapotokat. Érted? Tehát az a te saját nagyságod, mindenkinek a nagysága, meg az én nagyságom is, mert a te sikered az én sikerem is, ha arra gondolsz, hogy egység van. Tehát, hogyha egy jó tanító, az megéri a másik embert is. Tehát úgy vezet, a saját fejében úgy vezet téged, vagy te vezetsz engem úgy, mert végülis ugye te vagy az én ennek a másik fele, hogy egy állapotra koncentrál valaki, és az megjelenik bennem is, meg a másikban is, de az egy. Tehát a vicces az, hogy akkor egy helyen leszel, te is, meg én is. Mert egybe vagyunk most is. Csak most úgy éljük meg, hogy így mágiának a technikája az, hogy egyek vagyunk. Bármilyen furcsa. Tehát, hogyha valaki megéri, azért mondom, hogy ez a közép a legfontosabb, ami itt van, hogy valaki, nem akarom, hogy ezt kipróbáljátok, de miért ne próbáljátok ki, hogy mondjuk segítség részéről, hogyha valakinek segíteni kell, akkor lehet egy kis mágiát elővenni a tarsolyból, és akkor azt kell gondolni, hogyha valaki nem tud menni, hogy megyek. Tehát nem azt kell gondolni, hogy ő megy, az illető megy valahova, hanem mondjuk ott áll, mit tudom én, a tűzbe, és nem akar elindulni, akkor elindulok, és megyek. Tehát, mint hogyha te mennél magad, az az erőtér fogja mozgatni őt is. Nem tudom, hogy ez egyértelmű volt, a mágiának ez az apró kis csinnya-binnya. Tehát, ha valamit, gyerektanítás, ha nem tud valamit megcsinálni, nézd, így kell, de nem azt kell csinálni, hogy oda kell mögé menni, mint hogyha te lennél ő, és megfogni a bal kezét, hátul a jobb kezét, hanem csinálni kell, és majd ő úgy fogja lemásolni, amit csinálsz, hogy te vagy ő. Tehát azt kell gondolni, hogy én csinálom. De lehet azt gondolni, hogy most te a kisgyerek vagy, tehát a segítség. Mert az egy külön fokozat még egyébként, hogy átszellemülni arra a szintre, aki éppen a másik, és úgy csinálni ezt a dolgot. Én a bütykölésre meg a főzésre vonatkozólag egy kicsit elvontabb lehetőség. Az ember mondjuk számítógépet javít, mert abban, vagy elektronikát, mert abban nincsen semmilyen mozgó alkatrész. Miben? Lehetőleg nincsen. Elektronikában? Igen. Lehetőleg nincsen. A jövőben igen, mert a Winchester például, vagy a floppy lemez, vagy a mechanikus rész nélküli. De kvázi belenézek egy... Ventilátor mindegyikben van. Értsed, amit mondani akarok. Jó, csak vicceltem. Tehát, hogy annál... Hú, nagyon komoly. Az igazgatónő megjött, megnézték, hogy a táborba, látjátok, mondtam, hogy ha van egy tábla, az nem állhat üresen mögöttem. Itt fel kell jönni a dolgokat, jön az igazgatóság, még a hallgatóknak is megnézik, hogy dolgozunk-e itt, vagy csak itt lopjuk a napot, vagy mással foglalkozunk. Az a lényeg, hogyha van valamilyen probléma, amit a számítógépen meg kell oldani, itt is végtelen fontos az ilyen érzékelés, mert lehet, hogy egy adott problémán két órán keresztül szenved az ember, ha nincsen benne ebben az állapotban. De lehet, hogy a megfelelő helyre nyúl, de ugye fizikailag az a hely nem igen, is létezik. Igen, az informatika egyébként a tudatnak az egyik legnagyobb úgymond jelenlegi csodája, ha úgy tetszik, mert ott ugye a szoftverek azok tényleg a semmiből működnek, tehát ott csak logikai elvek vannak, de
azok a hatalmas programok, azok nincsenek, és amik a szám, tehát létező dolgok, mert alkotások, de nem tárgyasul, megfoghatóság. Ez a legnehezebb mai világban, de nagyon működő alkotás, a maga a szoftver. Tehát ugye világít, fényt ad, hangokat ad, és valaki azt kitalálta előtte, és legenerálta sajátos logikai elv alapján, és ugyan bármelyik gép meg tudja csinálni, ami körülöttünk van. Nem a számítógép a lényeges, hanem az a működtető logikai rendszer, ami benne van, és ezt hívjuk szoftvernek, tehát hogy programnak teljesen, hogy minek nevezzük. És sokan, tehát hál' Istennek sokan foglalkoznak ezzel, bár érdekes, hogy ahhoz képest, hogy amennyire sokan választanak például ilyen szakmákat, annál kevésbé értenek egyéb működtetéshez. Tehát ma nagyon divatos sok olyan szakmát választani a gyermekeink részéről, amihez csak úgymond ilyen szellemi tudás szükséges és semmi más. Tehát igazából egy csomó olyan szakember keletkezik az országban, meg igazából a világban, valószínűleg nem csak itt van így, ami gyakorlatilag semmit nem ér. Tehát a fizikai világhoz való kapcsolódó iskolák azok megszűntek. Tehát nincsen ilyen, hogy szabász, varrász, mit tudom, esztergályos, vagy favágó. Tehát itt vannak olyan szakmák, amik nem attól szakmák, mert meg kell fogni egy csavarhúzót, vagy meg kell fogni egy baltát, hanem nem azt tanulta a favágó, hogy hogyan kell belevágni a fába. Tehát az a baj, hogy ma ezt gondolja róla a megkérdeznék egy gyereket, vagy akár csak egy érettségizett valakit, és ki mi ez a favágó? Hát az, aki vágja a fát, igen? És aki gondoskodik az erdőről, hogy tudja, hogy melyik fát vágja ki, mikor vágja ki, hogyan kell kivágni, tehát hogy melyik marad, melyik nem marad, melyik az egészséges fa, azt hívjuk favágónak. Tényleg ez mind a favágó? Igen. Csak te nem tudtad. Ez nem az erdész. Nem, a régen az nem volt, hogy erdész, hagyjál már, ezek ilyen szocialista izé. Hát az volt, a favágó volt az erdész, tehát egy szakma volt a régen. Érted, nem volt külön erdész, aki felügyelte, hogy na én csak megnézem, hogy mit szabad itt csinálni. De nem voltak ilyen galléros emberek, tehát az ősiségben olyanok voltak, hogy volt, aki végezte a munkát. Nem az volt, hogy hivatalnokot járt körbe ilyen kocsikkal, amit az előbb láttál, és megnézték, hogy na hát igen, ez a tábor, ez biztos jól működik, most tele van lakókkal. Tehát nem voltak olyanok, akik nem csinálnak semmit, csak az a munkájuk, hanem csak hivatalnokok, úgymond. Az erdész az egy hivatalnok a mai szemmel, az nem megy oda és dolgozik. Most már muszáj neki, mert most nagyon kevesen vannak úgymond annál a társaság, de neki is kell dolgoznia, de régen a klasszikus erdész az bár is egy külön szakma. Tehát az, hogy mondjam, hogy az erdők a világban hogyan léteznek, tehát ugye akiről én beszélek, az egy konkrét területnek volt a gazdája, vagy a favágó, az nem ment el a másik országban megnézni a fákat, és mert most olyan szakembereket képezünk, amik ugye kicsit olyan univerzálisabb volt. Tehát az erdész az, aki ismeri a fej, Magyarországon van mondjuk 3-4 vagy 6 féle honos faj, és akkor helyett a mai erdész ugye ismer 100 fajt, vagy 500 fajt, vagy 1000, több ezer fajt. Tehát ő elmenne Ciprusról, és akkor ott is erdészként dolgozhatna, nem hogy. Tehát ma ilyen szakmákat képeznek régen, mert ezek ilyen egyszerűbb dolgok voltak, és nem kellett egyetemet végezni, vagy valami. De most képezünk egy csomó olyan szakembert, aki soha az élve nem fogja a tudását úgymond használni. Semmire nem jó tudás, azt mondhatnánk azt, de nem semmire nem jó, mert ugyanakkor van ilyen, hogy ugye azok az emberek, akik így akár csak nálunk tanulnak, itthon tanulnak, azok a tudás ilyen szinten tényleg univerzális, hogy elmehetsz akár Hawaii-ba is dolgozni erdészként, hogyha ha ügyes vagy. De nem ez a cél. Tehát itt valami felborult valahol. Tehát az a vicces, ugye most van egy csomó olyan, itt is hallottam, hogy ilyen andragógia, tehát ilyen felnőtt képzés rendszertana, nevezetű tantárgy, amit oktatnak sok helyen. Tehát ugyanakkor meg hogy mondjam, van egy csomó olyan tudás, hogy környezetvédelem, és akkor ez is egy ilyen tudás most. Ugyanakkor nem tudjuk önmagunkat ellátni. Tehát a vicces az, hogy mindent importból, úgymond, tehát a ruhák nagy része nem Magyarországon kerül legyártásra, a cipő, vagy a semmi igazából. Az ételek egy része talán Magyarországon kerül előállításra, többi más nem. Tehát amikor oda eljut egy ország, hogy abszolút
valaminek hiába képeznek itt szakembereket. De nem itt kerül megvalósításra az a tudás, amit itt kitanítottak, annak meg mi értelme van akkor? Tehát akkor ez az egészben a nehéz kérdés, hogy mit tanít, ugye most azért van annyi tanítás, mert két dolog van majd az én gyermekeimnek is. Egy dolog, elmegy dolgozni valahova, mindegy, hogy minek, kettő, elmegy iskolába. Tehát az egész andragógia arról szól, hogy létre kellett hozni valami olyan tudás alapú társadalmat, ami a pénzt, a tudásért szerzi meg. Tehát pénzt fizetünk azért valamilyen formában, hogy legyen tudásunk. Most értem, hogy micsoda, meg különben mit csinálnánk, tehát unatkoznánk, és tehát nem, ez egy kitalált dolog. Nincs rá szükség, csak azért van, hogy érdekes módon, hogy így áramlik a pénz gyakorlatilag a világban, hogy tudásokat találtak ki. Tehát, hogy van ilyen tudás, meg olyan tudás, meg olyan tudás, holott egyszerűbb lenne az életünk, hogyha ez nem lenne, de most az is elképzelhető, hogy ha nincsenek már gyáraink, miért képzünk annyi mérnököt, senki nem dolgozik a szakmájába. A gyerekek, pont ez a legnagyobb poén az egészben, hogyha gyakorlatilag én életutam szerint úgy dolgozom, ahogy tanultam, tehát műszerészként végeztem, és műszerészként is dolgoztam. Majdnem, hogy javarészt, tehát nem, amit tanultam, az dolgoztam, szerencsés alkat vagyok, ugye? És más kérdés, hogy ezt is akartam, ez az a célom, hogy én így dolgozom, ezt szeretem. Nem azért voltam műszerész, mert ezt tanultam, hanem azért jártam műszerész iskolában, mert amit akartam csinálni, ahhoz az egy támogatás volt, amit tanultam. De hát nem, nagyon kevés ilyen osztálytársam volt. Tehát a szakmában gyakorlatilag hárman dolgozunk a 30-ból, csak középiskolai szinten. Mindenki más, ami nem, azt tanulta. Ez az egészben az átok tulajdonképpen, ugye a mi világunkban is, hogy a tudás csak önmagáért van. Tehát azért van az iskola, hogy el kell tölteni az időt, hogy ne mással foglalkozzunk, és olyan tantárgyakat tanulunk, aminek semmi értelme nincsen, egyébként bocsánat, ezt végigmondom, mert soha nem használod azt a tudást. Tehát, hogyha olyan iskolák lennének, aminek a tudása, tehát szükséges olyan úgynevezett passzív tudás, mert erről beszélünk, mert amit mondok, az az Amerikai Egyesült Államokban már létező dolog, az Amerikai Egyesült Államokban a középiskolások azok buták. Tehát ott olyan dolgokat tanulnak, én hallottam, olyan volt, hogy amit láttok is egyébként televíziókban lehet látni játékfilmekben, hogy olyan tantárgyuk volt, hogy színi, mit tudom én, előadás tantárgy, és az volt a cél, semmit nem tanultak abba a tantárgyba, egész évben arra készültek, hogy év végén a szülőknek egy előadást tartsanak. Tehát ez volt a tanmenet. Nem hiszitek el, semmit nem tanultak, de aztán ez egy olyan tantárgy volt, ami hetente egy napot igénybe vett. Tehát egy napon keresztül hetente azt tanulták, hogy azt a színdarabot tanulták, hogy előadnak a szüleiknek év végén. És semmi más nem volt aznap, csak ez. És akkor eltelt egy év, és gyakorlatilag már 20%-et, ugye 5 napból áll egy hét, gyakorlatilag már azért csináltak ilyet, mert ők is már rájöttek, gondolom, hogy semmi értelme más tanulni, gondolták ők, akkor legalább eltöltik az, és tényleg arról szól a középiskola nagy tömegek részére, hogy eltöltsék az időt. Ezzel viszont cserébe azt mondod, hogy Budapest neki, akkor fogalma sincs, hogy hol van. Tehát, hogy mondjam, olyan általános, azért mondtam, hogy passzív tudásra szükség van, tehát egy világlátásra szükség van mindenkinek ahhoz, hogy ne egy béna világ épüljön föl. Tehát ilyen írni, olvasni, ahogy tudnak az ottani érettségizők. Tehát helyesen nem tudnak írni, olvasni, jelentős részben, és írástudatlanok egyébként az ottani, úgy érettségiznek, furcsa társadalom, hogy úgy érettségiznek, hogy nem tudnak írni, olvasni. Tehát úgy folyamatosan, úgy értsétek, hogy tudnak elolvasni egy oldalt, de lehet, hogy az már az utána egy fél óra pihenés kell neki, hogy elolvasson egy oldalt. Bocsánatot kérek, de ez Magyarországon is egyre inkább kezd teljedni, ez a dolog sajnos. Amit mondasz, az így is van, mert ez most egy ilyen, hogy mondjam, nem csak az a nagy ország keresi magát, hanem most talán ez a kis laboratórium, ami ott volt, tehát ugye most minden angol száz mintára csinálunk, az a laboratórium az csak kitermelte már magában a problémákat,
és a problémákat vesszük át tőlük. Hát ez a vicces, hogy egy ilyen kicsi laboratóriumban kialakított hibák, ott eladják nekünk. Ez a legrosszabb egyébként. Tehát direkt módon, ezt így is mondjam, hogy Amerikai Egyesült Államok azért létezik ma még, mert el tudta hitetni a világgal, hogy olyan tudás képességében, vagy olyan rendszerben gondolkodik ő, amit exportálhat. Tehát olyan tudás, amire mi vevők vagyunk. Tehát ide hozhatunk onnan a szakembereket, innen kimennek oda, hogy ott megtanulják a semmit, visszajönnek, és akkor semmit kezdik el oktatni, ezért mi fizettünk kinek? Amerikai Egyesült Államoknak. Tehát érdekes, hogy egy ilyen elég durva úgynevezett, ilyen, ez a gyarmatosításnak egy másik módszere igazából, hogy a hülyeséget megtanulni és ide bevenni. Tehát most az Európai Unió is azt szerinti kezdi fölépíteni a saját belső törvénykezését, mint az angol szászok. Tehát hogy tudjátok, hogy nem a jogrendszer alapján döntenek a bíróságon, ott van 12 emberes döntés, akkor a demokratikus döntés, hogy amit a 12, hiába kihozza a jogrendszer, hogy ő bűnös, és akkor 12 ember azt mondja, hogy de nem, akkor nem. Tehát ez elég durva. Tehát ilyen filmek erről szólnak, hogy gyakorlatilag ilyen társadalmi oszlopokon áll. 12 ember azt mondja, hogy nem, akkor nem. És már is, és ez aztán a végtelen demokrácia. Mondjad. Amit mondtál az előbb, arra nagyon jó példa a szegény Williamnek az esetében. Egy lány, amerikai lány, az nem New Yorkba született, hanem igen. Ilyen kisebb városba vagy egy oda. Ott az énekes országok volt, tehát a Tennessee meg ahol a Quantum éneklik. Oké, hogy elment, ugye jelentkezett ilyen tartsékutatóra a hatodik lett, aztán ment tovább. Bocsánat, leülök ide. Aztán ment tovább, jelentkezett, hogy mondd hogy már, hogy ő ilyen okos, vagy nem tudom, hogy elment, ugye az okosabb, vagy ilyen, mint egy ötödikes. És akkor azt a kérdést kapta, hogy the Budapest, a capital European country, és nem tudta a választ. Meg olyat mondott, hogy Európa az egy ország, és hogy benne franciául beszélnek. Ennek igen, ezt küldték a netten is sok helyen. Mégis nyert valami 50 ezer dollárt, és mondjuk a rendes volt, mert azt felajánlotta valaminek. De a lényeg az, hogy igazat mondtasz, amit mondtál. De a gyerek mondta meg a választ. Gyerek megmondta a választ. Ez egyébként egy érdekes dolog, hogy most mondtam, hogy a párosan szép az élet volt a mai téma, de alapvetően ez teremtés és társadalmi szinten nagyon fontos, hogy a két véglet szintjén, de az, hogy most itt nyugodtan erről a témáról itt tudunk beszélgetni, akár úgy is, hogy nem értetek velem egyet, csak én mondom a magamét, mert telik az idő. Azért arra szükség volt, hogy ne 89-et írjunk most jelen esetben. Tehát azért tudjátok, hogy ugye főleg látom, hogy idősebb korosztály van itt, hogy ahhoz át kellett menni egy olyan társadalmi változáson. Nem azt mondom, hogy a mostani jó, hanem azt mondom csak, hogy át kellett menni abba a változásba, hogy most ugye a teóriák meg a teológiáknak a tömege van, tehát gyakorlatilag most idézőjelben kezdünk egy úgynevezett amerikanizálás felé tartani, hogy szabad minden, de nem is ez ott a lényeg, mert az a baj, hogy ha azt mondják valami, hogy szabadság, akkor Amerika. Tehát, hogy ez a kettő össze lehet kötve, közben ennek semmilyen köze egymással, semmilyen szempontból nincsen. Tehát az, hogy valami szabad, ahogy itt beszéltük, hogy ez a nemzet sem szabad, csak itt filozófiák vannak a háttérben, hogy mozgatnak tömegeket, tömegsajtókat, mert ez a céljuk. Tehát ez egy célzott dolog, hogy azért mondtam, hogy ha én is bemegyek a munkahelyemre, akkor teszem azt, éppen amelyik tömeg van nagyobb arányban, mondjuk azt mondják, hogy a főnökön mondjuk piros elvű, vagy baloldali, akkor azt mondom, hogy élnek a baloldali érzelmet. Régen voltam abban az állapotban, hogy én meg akartam mutatni akár, én dolgozni járok oda, nem politizálni, tehát ezt nem mondhatom, de azt mondom, hogy jó, neked van igazad, nem azt mondom, hogy értek veled, hogy ez így jó, hanem azt mondom, hogy oké, ez jó, te győztél, oké, igazad van, tehát az a lényeg, hogy fel kell tudni venni sajnos a mai világban azt a fajta alkalmazkodó képest, mert a kaméleon az se változik meg, csak a környezetéhez idomul, ez nagyon fontos, tehát kívülről nézve fel kell venni olyan
szerepeket, és úgy is kell felfogni. Tehát semmiképpen sem szabad harcolni, vagy megváltoztatni másiknak. A buddhizmusnak az első alaptétele az, hogy ne változtassál meg senkit. Mert nem ez a lényeg, belül változ meg. Tehát volt egy ilyen konfliktus régen, amikor jártam ebbe egy ilyen közösségbe, a buddhista mester mindig mondta, hogy neked van igazad. Mindig mondta, hogy neked, és az embert annyira frusztrálja az, amikor állandóan azt mondják neki, hogy neked igazad van. A saját nézőpontodból nézve. Ugye a mesternek kell hozzátenni ezt a mondatot, hogy amikor már tanítvány teljesen fel van borzolva, hogy nekem igazam van, és mégsem azt csinálod, amit én akarok, mert neked igazad van, de a saját nézőpontodból nézve. Ez a mester a végén teszi hozzá, hogy kihozza ebből az állapotból a tanítványt, tehát egy magasabb szinten úgymond emelje. Ez egy ilyen tanítási rendszer. Mondjad. Ez már tényleg nem tartozik az előadáshoz, de... Nem tartunk egy 5 perc szünetet, majd előbb... Én azt gondolom, hogy most azért ültem le, tapasztalatom az, inkább így mondom, hogy ha úgy gondoljátok, mivel én ilyen szabad szócső vagyok, és ma tudtam meg, hogy a másfél órás előadásban 4 óra lett, ezért bármikor lehet szünetet tartani mindenkinek saját kedvére. Tehát, hogyha valakivel beszél... Nem akarunk kimaradni. Nem maradsz ki semmiből. Vissza fogsz jönni, és pont azt fogod hallani, amire neked szükséged van, akkor így van. Akkor is, ha nem jövök vissza? Akkor is. Mégis sajnálom, hogy lemaradtam ezt a CD-n, vagy valahogy megosztom. Nem tudom. Nem tudom. Lehet, a technika ott hátul működik. Egy része bizonyos szempontból föl lett véve. Én kaptam tavaly egy ilyen arcképes dokumentumot, DVD vagy CD. Nem tudom, hogy 4 óráig hogy le tud-e összetömöríteni. Simán DVD. Igen? Ne izguljál, minden 10 percben én leszek. 10 perc szünet, megint egy-két 10 perc szünet. 6 óra rá, ez benne van. Valamit akartam. Tessék! Ja, mondjad. Igen, tehát hogy... Hogy is. Igen, tehát a Mindig igazam van című történetben nagyon érdekes helyzet alakult ki bennem. Szerintem az egyik legnagyobb tapasztalásom magamhoz képest, vagy amire rájöttem, hogy az embernek nincsen soha oka saját magát hibáztatni, mert ugye az életünk a döntéseinken alakulnak. És minden döntés az adott szituációban a pillanatnyi tudásunkhoz képest alakul. Tehát, ha én döntök mondjuk egy kéket, akkor, és később kiderül, hogy jobb lett volna a piros, hiába hibáztatnám magamat, mert hiszen abban a pillanatban a legjobb tudásom szerint a kék volt a jó választás. Óriási nagy lelki békét tud nyújtani. Hát igen, az ember fejlődik, és később azért... rájön, hogy avval a tudatszinten, hogy talán a piros lett volna jó, de avval a tudatszinten meg a kék volt a jó. Akkor ilyen a világ béke. Akkor most minden szép és jó, és nem kell semmit se tennünk a világért. Jó, várjál magunkért, ebből lehet következtetni egy olyan sorozatra, egy következetes láncba, hogy a döntéseid helyesek voltak. Nem mondanám azt, hogy igen, még magamnak sem, tehát mert fel kell ismerned neked, nem azt, tehát a múltad az nem érdekes, az a te tied. De akkor is az a véleményem, hogy jól döntöttél-e vagy sem, azt magadnak tudnod kell. Tehát, igen. Tehát ez nagyon fontos, hogy igen, és tudnod kell, hogy a saját emberi szinted vagy lelki szinted szerint akkor és ott megtettél-e mindent, hogy érzelemmentesen és csak a döntés helyzetből fakadva, ugye ki ne döntene egy ilyet, hogy mit szeretnél inni, egy kapucsinót vagy egy kávét, tehát ennek nincs jelentősége. De vannak olyan okokozati összefüggések, amiben egy egyszerű, látszólag értelmetlen vagy banális döntésnek nagyon nagy jelentősége van, de meg kell hagynunk az Istenre az Isten feladatát, ezt is hozzá kell tennem. Tehát senkit nem ment föl az élete alól vagy felül az, hogy van Isten. Az Isten az a lelkek összessége. Tehát működik az élet. De a felől viszont mindenki felelősséggel gondolkozzon, hogy mit dönt. Tehát vagy jó szándék vezérelte, vagy egy önös, másmilyen szándék, inkább így mondom. Ezzel kezdődik. Tehát ez az alap, amire ezt próbáltam ráépíteni, hogy először is megpróbálok mindent a lelkiismeretem szerint legjobban csinálni, legjobb tudásom szerint csinálni, úgyhogy mindenkinek jó legyen, és akkor majd meglátjuk, hogy ebből lesz-e valami jó. De ugye azt is hozzá kell tenni, hogy
hogy van olyan személy, aki boldogan gonosz. És még abból mester is. Azért tehát, tudok mit csinálni. Oké, csak szólok, hogy van olyan lény, vagy olyan feladatkör, akár most teljesen mindegy, hogy hogy nevezem, akinek pont a funkciója az, hogy tehát az Isten egységét tekintve jól működik az egész világ. Mi jó helyen vagyunk, jókat hallgatunk, jó fele halad minden. A változás irányának a szemszögéből. Azonban, hogy a változásban az egyének, én meg ti hogy vagytok benne, az felelősség teli. Tehát, hogy mindent megtettél-e azért, hogy akár a mikro, mindig úgy kell kezdeni, hogy a szűkebb családom jólétéért dolgozzak, de ugye alapvetően mindig a önön magam jólétéért kell, hogy dolgozzak, ami úgy függ össze velem, hogy a szűkebb mikroklíma, tehát a családom, a környezetem, akkor a munkahelyem, stb. Tehát lehet tágítani az országért. Vannak különböző elvek, hogy a Széchenyinek is volt egy ilyen, hogy sorrendet állított fel, de mindig azt kell megnézni, hogy valaki valamit tesz, és azt szerint hogyan él. Tehát találkoztam olyan mesterrel, ugye mester mondható az, aki nem aki magát, a mester az nem önmagától lesz mester, hanem egy tudásnak a birtokában van, ami mesteri szint. Ez bármi lehet, tehát lehet mesteri horgolni is, tehát itt most azok adtak elő a héten nagyjából, akik már egy bizonyos tudásnak olyan birtokában vannak, hogy el tudják mondani, tehát verbálisan. De ugyanakkor mondom, hogy lehet egy buddha valaki, aki csak ott kötöget, és például mondtam valamit. Nem érdekes egyébként az egység számára. Az fontos, hogy megtöltsük tartalommal az ételt, ha így tetszik. Ez egy ilyen idézőjeles dolog volt. Az étel az azt jelenti, hogy ami a tévéből jön, az is egyfajta információ, ami elhangzik, és a fejünkben, majd ha hazamegyünk mindenkinek a fejében, azok a elhangzott információk bármilyen furcsa tovább mennek. Tehát olyanok vagyunk, mint egy rádióadó, mindenki, ki maga, aki itt járt, vagy valahol járt, bármilyen hatás érte, bármilyen élményvilág, elmegy egy másik helyre, és továbbítja ezeket az érzéseket és élményeket, attól függetlenül, hogy beszélsz róla vagy sem. Tehát nem kell elmondani mindent, amit itt hallottál, főleg nem akkor, amikor még értelmezett magadnak, és egy régi rossz taktika volt még sok-sok évvel ezelőtt, hogy ugye azon próbáltuk ki, amit hallottunk, akik körülöttünk vannak, a szüleink vagy a családtagjaink, rögtön furcsa visszajelzést kaptunk, hogy na, hol jártál, ne menjél oda legközelebb, de ugyanúgy a munkahelyen sem, tehát én, ha leül az ember, akkor már egy antenna, tehát nem kell semmit csinálni, a néma buddhát kell fölvenni szerintem a mai világban. Ha valaki úgymond be tud avatkozni egy helyzet kialakulásában, akkor mérlegelni kell, hogy a tudással élek-e verbálisan vagy tett szintjén. Tehát, hogyha mondjuk a gyermekem kezében ott van a kés, akkor egyszerű eset, akkor elveszem tőle a kés, hogy légy szíves, adj ide a kés, mert mit tudom, itt vág, meg mit tudom. Tehát el lehet neki mondani, de ha olyan esetről van szó, hogy tehát ne legyen senki sem segítő szindrómás, ez a lényeg, mert ez egy örök probléma, hogy tenni akarunk valamit a világért, és rögtön megteremtjük magunknak azokat a szituációkat, hogy segíteni akarjuk, jó, akkor én segítő vagyok, és akkor jönnek a szituációk sorba. Egymás után, hogy leül valaki mellé, nagyon szomorú, hú, akkor rögtön segíteni akarok neki, mert most el akarom venni tőle, ezt a fogalmat használjuk, hogy ne el akarom érni, hogy ne legyen szomorú. És ő kérte tőlem egyáltalán, hogy segítsek. Tehát ezek alapvetően el is csak ilyen régi filozófiák, hogy amíg nem kérnek, addig neked az a dolgot, hogy csöndbe legyél egyrészt, egyébként saját magad mestere vagy. Tehát te tanulsz a legtöbbet, ha megbírod állni, hogy ne okoskodjunk. Tehát, hogy okoskodni nem lehet, egy-két dolgot el lehet mondani. Azért mondtam, hogy nekem lehet, hogy igazam van a saját szempontomból nézve, amit te is mondtál. Én nem tudom, hogy ki ért velem egyet, meg kell, hogy mondjam, hogy ez nem, őszintén nem is érdekel. Tehát amikor az úton jár az ember, akkor nem érdekes az, hogy hány fa van ott, vagy milyen jelzőtáblák vannak már, hogy amit teszek, azt magamért teszem, és magamat ítélem meg. Egyébként a végén is magamat ítélem meg. Tehát a tetteim által, magam által leszek megítéltetve, senki más. Tehát amikor vége van a bulinak, úgymond a földi síkot elhagyjuk, majd még egy másik szférába megyünk, akkor teszem azt a halált, például egyik ilyen alkalmas dolog,
akkor senki nincs ott, hogy... Tehát nem jelenik meg mindenki azt, hogy találkozik az Isten, szó sincs róla. Tehát a maga rendszer olyan, hogy tud gyártani lényeket, meg tud gyártani gondolatból bármit. Tehát sokszor nem létező dolgokat is meg tudunk tenni, hogy mi magunk vagyunk az. Bármilyen furcsa. Az összes segítő is mi magunk vagyunk. Magunknak segítünk. Ki máson segítenő. Tehát azok jelennek meg mindig, akiket szerettünk. Persze, mert a gondolati sémákban bennünk azok vannak, akik minket szerettek. Tehát nem biztos, hogy megjelenik fizikailag, eljönnek a lelkek, csak azért, hogy mit tudom én most ilyen banális, hogy nekem segítsen valaki, hanem belőlem is kiáramnak olyan energiát, amik megjelennek fizikai látszólagos valóság szinten, hogy engem tovább vigyenek önmagamon gyakorlatilag. Tehát saját magamon kell túl lenni, amikor adott helyzetek léteznek, és szükség van rá. Tehát a felettes énem, úgymond aki rám vigyáz, az senki más, csak te magad. Ez nagyon fontos. A bizonyos táborokban ezt nem mondják el, meg kell ez a közösítés, hogy jön a felettes énem, és akkor fú, és az megjelent egy angyal formájában, és odaszállt, és így tovább. Az mind te vagy. Az az egészben a szomorú hír néha, hát hogy az senki, az mind te vagy. Jelentkezel talán? Igen. Légy szíves, mondja. Talán. Azt szeretném mondani, hogy itt elhangzott a előadáshoz kapcsán, hogy a lelki köztessége Isten, és én erre szeretnék egy kicsit reagálni, hogy szerintem ez nem így van, legalábbis a tanultakból nem ez tűnik ki, mert hogy egy élettelen minőség is Isten, tehát most egy tol vagy, egy flakon, vagy akármicsoda is Isten, tehát hogy nem érzem teljesnek magát ezt a mondatot így. Igen, most ha lélek, és akkor filozofálni egy kicsit, ha a lélek egy fizikai test, tehát fizikai való, egy geometriai való, de fizikai való, mert ugye benne van mondjuk most jelenleg a fejünkben, ez egy szerkezet. Úgy is beszéltünk időfizikában, úgy beszélünk róla, hogy ez egy megfogható fizikai való, az a lélek, az egy a teremtésnek egy szüleménye. Tehát nem is a lélek igazából nem számít, mert az csak a hordozó, ami benne van, a szellem, az a lényeg az egészben. Tehát a lélekből is a szellem is ki tud jönni, meg be tud menni a szellem is. Tehát ugye a lélek az egy transzcendens valamit, az is egy virtuális valamit. De azon felül, hogy ez egy fizikai valóságot is megfoghatóságot tesz, ami benne van, az a lényeg, az a szellem. A szellem az pedig teljesen transzcendens. És úgy lehet ezt értelmezni, hogy az összes transzcendens dolog, ez is az együtt az maga az Isten. Tehát az összes információs egység, ami tehát ugye el lehet menni ilyen szintig, csak ugye amikor előadást tart valaki, akkor vannak olyanok, nem tudom, ti mióta hallgattok ilyen jellegű információkat így a táborban, most jöttetek? Tavaly voltam, csak tavaly az voltam. Utolsó napon, mint most, és néha előadásokra. Nagyon sok színűek vagyunk, és ugye nem lehet azt, hogy vannak olyan előadások, amik bemondanak csak időfizikus hallgatókat, vagy csak asszonyokat, tehát vannak különböző közlegek, kinek mire van éppen szüksége. De hát, ha elvonatkoztatunk ettől, akkor neked van igazad, hogy sokkal több az Isten, mint csak a lelkek összessége. De úgy kell érteni valószínűleg, hogy én is ezt az információt csak továbbadom, mert a Gyuritól hallottam, a mesteremtől, mert ő nekem a mesterem, meg többnyire a többünknek is a mestere, akik itt vagyunk, hogy az összes információ és rezgés együttes összessége az maga az Isten. Ha lehet így, tehát a teljességet nagyon nehéz megfogalmazni egyébként, tehát az csak egy pont, így is fogalmazhatunk, de ez, aki mondjuk tavaly volt először, annak az egy megfökkentő dolog, hogy csak egy pont az egész. Akkor miről beszélünk? Egy pontról beszélünk már órák óta, vagy hogy van ez? Van ennek egyetlen értelme? És ez egy olyan kérdéskör szív fel az ember belsejében. Minek vagyok akkor? Azért nem ide. Egy egyetlen szar kis pont miatt jöttem én ide, hogy ezt arról beszéljek veletek. Tehát volt ilyen hallgató, aki sérelmekkel távozott egyébként a táborból, mert ő azt mondta például erre a tanrendszerre, hogy mi degradáljuk az Istent. Tehát szó szerint ezt mondta, hogy nem egyszer hallottam, hogy mi lekicsinyítjük az egészet. Tehát nagyon, nagyon nehéz erről úgy beszélni, ami
a mélységeit is megmutatja. Egy olyan hallgató, aki csak épp belép az ajtón, mert befizette a jegyet, és épp már megy, és nem tudja az egész rendszert, akkor azt mondja, hogy ilyenekről beszél. És most tulajdonképpen mi van? Tényleg én is mindig elgondolkodok, azt mondja a Gyuri, a Szammarko, hogy tulajdonképpen most ennek neki ez a prédikációja. Hogy most tehát működjön meg valami egyházi jellegű dolog, és mert van itt egy működő egyház is itt a rendszeren belül, de hát akkor hogy fogjuk tisztelni az Istent, vagy Isten tisztelet, tudod? Akkor most hogy? Hát arról beszélek nektek. De hát hogy arról? Hát nem hallottam semmit. Hát pedig elmondtam, ennyi az egész, ilyen és ilyen egyszerű. Nem, ilyen bonyolult. Én azt sem értettem meg ugye az illető, hogy ez nem egy ilyen 5 perces rendszer, hanem ez millió évig lehet hallgatni, mert a tudásunk is, ugye, ami most megmondja, az is korlátolt. Tehát ugye arról van szó, hogy amire most itt ülünk és beszélgetünk, vagy most amire én beszélek, de vannak nyugodtan bárki jelentkezhet és mondja a tapasztalatát, hogy itt arról van szó, hogy a tudás az végtelen, és ne várja senki azt, hogy ezt is kérdeztem, hogy Gyuri, miért nem írsz több könyvet? Ugye elmúlt 17 év alatt sokat beszélgettünk. Miért nem írsz még könyvet? Hát mert ez egy végtelen történet lenne, hogy miről írjak az aktuális tudásom mindig több, mint amit előzőleg megírtam. Tehát mindig újabb és újabb könyveket kéne írni, és ezért egy másik módszer szerint mindig elmondja az aktuálisan legizgatóbb információkat, amik ugye a világban most vannak, és annak a betületeiről szokott a Gyuri beszélni. De hát 17 évvel már hány ezer órát beszélt már a Gyuri a teremtésről. Tehát itt, és a teremtésről nagyon fontos, hogy benne van az anyagi világ is, mert nem a pénzről beszélek, hanem arról beszélek, hogy ugye az anyagi világ is alkotó eleme a teremtésnek, de nem a végső eleme, ez is fontos. Tehát sem a pénz, sem pedig a matéria, ami körülöttünk van, nem az a lényege, hogy beszéltünk, hogy most mi az Isten, hanem maga az a szellemiség, ami benne van. Tehát a padban sem az lényeges, hogy fából meg fémből készült, hanem az, hogy mi a célja ennek a padnak. Tehát az a célja, hogy amikor az eredeti célja volt, most már látjuk, hogy nem az a célja, de most is szolgál valamit, hogy az iskolás gyerekek ebbe tanultak. Ez a célja, és ez a lényege. Nem pedig az, hogy alatta vas van, fölötte fa. Azt a munkásoknak fontos, amikor megcsinálták. De a célja az, hogy most például rátettem ezt a palack vizet, hogyha szomjas az ember, akkor igyom. Tehát egy banálisnak tűnik a dolog, de igazából az a lényeg, hogy a teremtésnek, az anyagnak is funkcionális jelentősége van. Tehát ezen keresztül, az anyagi világon keresztül további új felismeréseket és megismeréseket lehet eljutatni magához, az Istenhez is, meg magunkhoz is igazából. Tehát ugye itt, ha valaki úgymond lelkileg instabil állapotban van, és nem vesz észre, ott egy kavics belemegy, és elessék, és rögtön egy visszajelzése van. Tehát ezt se nézzétek le, ez is nagyon fontos információ. Tehát ideig is el kell jutni gyakorlatilag, hogy megtanuljuk azokat, hogy a körülvevő dolgok azok mind hatnak ránk, és akár anyagi formában, akár gondolati sémákban, vagy formában, teljesen mindegy. Tehát ez a tábor pont erről szól, hogy az átmeneteket próbálja kiemelni is, meg megmutatni, hogy az anyagi világnak legalább olyan jelentősége van, mint abban, amit benne meg tudunk tanulni. Tehát nem véletlenül vagyunk itt. Volt páran megkérdezték tőlem, mert tudják, hogy tehát ugye a rendszerben már régóta itt tanulok, meg hallgatok, meg most már tanítok is, hogy ő beszélt Jézussal, beszélt ezzel, és mondtam, hogy teljesen mindegy, hogy kivel beszélt, hogy a számodra mit jelent, az a lényeg. Tehát nem az a lényeg, hogy milyen alakban jelenik meg az információ, hanem hogy ő magát változtassa meg, aki hallgatja. Tehát neki szólt. Ha én beszélnék vele, akkor nekem szólt volna. Tehát mindig annak a közegnek, meg annak a... Azt hiszik ilyenkor viszont sokan, hogy itt tévesztik el, hogyha magukban ez a érzet megszólal, vagy megjelenik, hogy akkor akkor itt most nekem csomó emberrel beszélnem kell. Tehát nem azt mondom, de végülis ugye itt szokták elrontani az orvos esetek is, hogy hangot hall. Azt hiszem, hogy most már valami magas szinten történik vele, közben csak arról van szó, hogy valamilyen csatornán keresztül beérkezik a tudatába ez a hangot, lehet, hogy önmaga. Mert a felettes énnel tudni kell kommunikálni. Tehát a belső hanggal mindenkinek van a szívében, meg a tudatában egy belső hang. Ezzel meg kell tanulni beszélgetni,
az vagyok én. De ez nagyon magas szinten az én, tehát az a spirituális, úgymond szuperego, aki szeretnél lenni igazából, ha tehetnél. Tehát azért mondom ezt így, mert mindenkinek magáról van egy jó én képen. Mondom, mindenki ismeri ezt az érzést, hogy magában milyen jókat szoktunk magunkra gondolni, ugye? És szeretnék ezzel az én azonosulni, nem tudom, mert az élet meg a föld élet az nem idézőben nem egyszerű, és ezzel meg is tudjuk magunknak indokolni, hogy egy csomó helyzetben miért nem azokat a döntéseket hoztuk, amit meghoztunk. Tehát ez magyarázkodunk magunknak, de ugyanakkor ez a szuperego, ez meg azt kívánja tőlünk, hogy azzal azonosuljunk. Tehát egy viszonylag lehetetlen feladat elé állít minket, de ezzel meg kell tudni barátkozni, és kialakul egy ilyen párbeszéd. A szuperego, a felettesség, vagy az Isten, hogy nevezzük, meg a saját tudatunk között. Azért mondom ezt így, mert bármilyen nehéz, tehát furcsa, kinek, mert gondolom megvan ez az élménye, hogy mondom, minden egység, tehát az Isten az a te vagy, ha úgy tetszik. Tehát amikor mindenki, azért az időfizika, mert az abszolút érzelemmentes. Tehát amikor az időfizikáról beszélünk, azt úgy hívják a buddhizmus teremtéstan, az a legmagasabb szintje egyébként a tudásnak. Ez a legnehezebb, hogy olyan dolgot tanít a Gyuri, ezt pontosan tudom, de szerencsére emberi módon, tehát neki nagyon mély emberi tapasztalatai vannak, hogy az időfizika az gyakorlatilag a tudásnak a csúcsa, ha így teszik. Nincs is más, tehát az univerzumban is a legmagasabb szinten van az a fajta formai világnak a tanítás, amit ő próbálna átadni. A nehézsége viszont korlátlan, tehát a legnehezebb feladat is átadni egy olyan embernek, ugye, akik mondjuk nem tanultunk soha erről, és se iskolában, se sehol, hogy mi az időfizika. Tehát az pont maga a megvilágosodásnak a tana. Tehát nehéz ezt nektek is így átadni, hogy azt mondja valaki, hogy te vagy az Isten, az kérdetlen számodra, nem? Ezt meg kell élni. Az az igazság. Mondjátok nekem egy időt, most hogy állunk időben, mert... 3.12. Ha gondolod, akkor egy 40 órás szünet. Akkor most lenne egy szünet, jó? Hogy a látható világ, figyelj, a látható világ, amit te itt látsz, nincs ott. Nem kell felmutass. Nem látod a csillagokat? De nem ott van a csillag. Ott van a csillag. Ott is van. Látod, milyen nehéz ez? Ott is van. De magadat mindenhol van, bármire mutathatsz. Itt van a csillag, itt. Itt van a csillag, és itt van a csillag. Magyarázod. Nem. Nem magyaráz. Nem, hogyha abban az úton, abban a vonalban mennék végig, ez is nagyon sekély a terület, amit mondasz. Mert ha kritikád van, akkor legyen végtelenségig. Tehát, hogy akkor nézd meg, végtelen kritika. Tehát... De úgy látom, hogy teremtőről a kritikát. Látszat. Aha. Néha csal. Ha kiemelsz az egészből egy kicsit, akkor azt lehet mondani, ezért jó ez a tábla, és te nagyon, nagyon kedves vagy, hogy segítettél ehhez, hogy... Most kompenzálod, szép. Mindegy, hogy mit gondolsz róla, ezt is elmondtam. Tehát nem ez a lényeg, hanem az a fontos, hogy legyen benne ez is, amit mondasz, mert ezzel beleviszel engem egy olyan állapotba, hogy mondjak még egy csomó plusz más gondolatot, mint ameddig eddig. Az nem baj, az nagyon is jó. Egy is jó, tehát a föld is, melyik földre gondolsz, a kisbetűsre, vagy nagybetűs földre, amikor beszélünk, érted? Tehát azért mondtam, hogy a közegnek kell megadni hogy most miről beszéljünk, jó, lehet a földről beszélni, csak a földről, csak erről a földről, vagy a harmadik földről beszéljünk, mert több föld is van. Tehát ha a tudásnak olyan mélységére próbálsz rávezetni, ahol én vagyok, akkor beszéltek neked több földről is, mert nem csak ez egy föld van, ez a föld 6 helyen van, nem egy időben, hanem elcsúszhatva, tehát 6 dimenziós a föld, legalább. Ugyanez a föld, amiben most vagy, minimum 6 lét van hozzá, 6 különböző történettel. Nem ez a lényeg, hanem azt, hogy a világ szok ne használjuk csak ikre-hopra. Jó, értem. Te így szereted, a te alkalmazásodban legyen úgy, ahogy neked jó. Fogadd be az enyémet, az a kérésem. Hétközösszi használatban meg azt használjuk. Igen. Tehát az a jó a táborban, hogy erről lehet beszélni, szerintem ebből igen, most közel kellett hozzuk. Ez a jó a táboron, így, de ettől lesz élő az egész, hogy olyan helyekre vittél el, amit mi nem jártunk a mai nap be. Érted? Tehát ez nem, a vita az pont arról jó, a vita azt jelenti, hogy élet. Vitál, élet. Érted?
az élet értelme. De ez maga az élet, hogy történik egy új gondolat, és akkor behozta... De a vita, a vité, vagy lapilum, úgyhogy a tekötet... Nincs ilyen, nincs. A magyarban rengeteg... Kérdés, hogy ki vette át kitől a norma, a forma, a rengeteg ilyen szó van, amire azt mondod, hogy persze, mind latin szava. Tudtad? Na de figyelj, ha a magyar nyelvet lecsontozod, akkor kiderül, hogy majdnem a fel, amit használunk, mind latin eredetű, vagy valami eredetű. Most ez a kérdés, hogy úgy van-e, neked van-e igazad, vagy annak, aki téged tanított, annak van-e igaza, vagy vannak olyan egységes megnevezések, tudod, akár a magyarban is megvan, ami univerzális. Én azt állítom, hogy a magyar nyelv univerzális, tehát egyetemleges, ha magyarul beszéljünk, és az azt jelenti, hogy azok a szavak azok a rezgés szintjén, tehát ugyanaz a szónak kéne lennie itt is, meg ott is, meg más nyelvekben is. És a latin az pedig az nem latin volt régen, hanem egy még ősibb kultúrából, tehát ami magyarul még közösebb, tehát etruszk kultúrában. Azért mondtam, hogy ez a írásjel, amit most használunk, ez latinnak mondjuk. De a latin is az etruszból vette, és az etrusz meg a régi magyar hagyományos rendszer között igenis van gondolati azonosság is, nem csak különbség. Tehát ugye megszűnt a írásbeliségünk, mert a rovás írásbeliségünk megszűnt, mert nem maradtak ránk, mert nagyon kevés ilyen 1000 évnél régebbi ilyen hagyatékok, megszüntették valamilyen formában. Nem tudom képzelni, hogyan csinálták, de megszüntették. Mert azon gondolkodtam, hogy amikor nyelvészettel foglalkozol, hogy magyarázd meg nekem, hogy lehet az, hogy bárki magyarázza meg, aki azt mondja, hogy a halotti beszéd, vagy az ómagyar Mária síralom az az első nyelvemlékünk ezt meséli. Magyarázza meg nekem valaki, hogyha ilyen őskultúránk van, hogy még beszélni is alig tudtunk, vagy nincs életbenségünk, hogyan maradtunk fel 1000 évig? Csak szájhagyományon keresztül? Nem, a magyar májasíralomra az első megtalált írásbeli. És hol a második, harmadik, hát egyedik? Hát erre jönnek még sorban. De hol? Hol van? Hát van sok helyen. Dehogy van, dehogy nincs. Tudom mi van? Hát egy ilyen, olyan kultúrának, amiről most beszélünk, ami a magyar nyelv, ami végigvitte, cáfolni tudnak csak téged. Tehát komolyan mondom, még utána jártam, lehet, hogy te nem annyira. Elmentem, megnéztem a Károli Gáspárnak az első, vagy második bibliája, ki van állítva a Nemzeti Múzeumban. Meg lehet nézni. Nézd, meg olvasd el. El tudod-e olvasni? Azt hiszem, hogy mennyi? 350 éves? Hát mennyinek kell? Na ilyes? 250 éves? Az első, amit ő kérdett, mennyi? Meg? Hol van a nyelvújítás, drágám? Hol van a nyelvváltozása? Most mondom. Hol van? Van egy csomó nyelvújítás. Semmi nincs, felejtsd el. Tényleg felejtsd el. Mi a nyelvújításokat? Nézd, én voltam Magyar Tudományos Akadémiába, és megkérdeztem, hogy mit nevez a nyelvújításnak. Így elmentem, direkt elmentem, aki ennek ma a legmagasabb szinten tudója, és ő írja a könyveidet, meg az enyémet. Azt mondta, hogy nyelvújítás nem létezik. Magának elmondhatom. Nem volt. Nem volt nyelvújítás? Nem. De valahogy átalakult a nyelv, nem volt. Elhozhattam volna, édesapámtól örököltem a 250 éve ezelőtt rám hagyott könyvét. Semmi nem változott. Butitás. Hazugság. Ugyanúgy beszélünk. Komolyan mondom, nevetném, mert viccek vannak bennem, meg mondások, meg szólások abban a könyvben. Ugyanazok, amit itt a Gyuri elmond, ugyanazok a viccek, meg le van benne írva. Németül, goldbetűkkel, franciául és magyarul. Miről beszélünk? 250 éve? Nem mondom, volt egy csomó nyelvújítás. Nem volt. Amiket neked tanítok. Nem azt mondjuk, ha nem úgy beszélünk, hogy látják, hogy feleljük, szüntjük el, mit volt. Nem is volt ilyen. Sose beszéltünk így. Úgy beszéltünk, mint most. Itt el. Igeidők változtak csak. Igeidők. Meg lehet ilyen formaiság. De a szavak ugyanezek voltak, mint 1000 éve. És akkor a megtalált nyelvemlékel. Tessék? Akkor mit azok a megtalált nyelven? Én is gyártok neked kettőt, ha gondolod. Tehát erről van szó. De mondjuk elnézést kérek, az a röhely az egészben, hogy a megtalált, kvázi megtalált nyelvemlékünk, hogy most beszélünk.
annak egy részére mondhatjuk csak azt, hogy magyar. Nagyon nagy része nem magyar nyelven van. Ha jön hozzánk egy külföldi, egy szlovák, most megtetsz, hogy micsoda, és beszélünk verbálisan, beszélek vele, és vagy ide hozzánk egy amerikai, fonetikusan leírja a mi nyelvünket, a saját fonetikájával, azt hívjuk magyar emléknek, amit te találtál, amit őriznek. És ha van még ilyen bizonyítékom, nem egy. És egyetek vicces, mert én nem értem. Ugyanígy leírhatták annak idején. Hogy írják, tudod, vannak a fonetikus átírások a I betűt, hogy mondjuk angolul? Tudjátok angolul, hogy mondjuk? I, igen. I betű, de az I-nak mondják. Akkor a Jeruzsálemet hogy mondják angolul? Ki tud angolul egyébként? Én nem tudok, a feleségem el tudnám mondani, tehát igen, Jeruzsálem. És azt leírták, hogy Jeruzsálem. Úgy van leírva. Értitek? Köze nincs ahhoz, hogy ugyanezek a gond a jelenlegi csillagképeket konkrétan bizonyított. Egy nyelvész tanszéket csináltunk ebbe a körbe, és meghívtam, volt a fiad is benne volt, és volt egy olyan srác, aki magyar volt, kinnélt 20 évet Szíriába. És arabul folyékonyan beszélt természetesen, meg még már pár nyelven. Az volt a játék lényege, amire rájöttem, hogy mondja el a csillagképeket nekem. Hát ugye úgy volt, hogy azt tanítják, hogy a latin-görög kultúrából, meg az arab kultúrából maradtak meg a jelenlegi csillagképeknek az elnevezése, és stb. És elmondattam vele, meg volt az arab leírás, tehát az arab nyelven le volt írva a csillagképnek a neve, hogy mondja ki szóban, hogy mit olvas. Próbáltuk fölvenni vele kazettára, hogy kell kiejteni. És akkor azt higgyétek el, hogy a jelenlegi, tudom én, az Aldebarán azt jelenti, hogy ökölhajcsár. Tehát így próbáltam kimondatni vele, hogy mi, és akkor jöttünk rá. És nem hittük el, mert angolul másképpen van vele, rosszul van fonetizálva. És csak úgy tudtam, hogy tud angolul. Hát elmondattam vele először arabul, elmondattam vele, amit angolul olvas, és próbáltuk azt, hogy mit jelenthet magyarul, mit jelenthet az, amikor úgy visszaolvassuk. És rengeteg ilyen tévedésre jöttünk rá, hogy például a mai másik dolog, a mai kínai magyar például ABC-t, azt úgy írták le, hogy az Amerika, hogy az angol fonetikának megfelelő legyen. Nagyon durva, és óriási hiba, és szar az egész. Gondoljatok bele, hogy úgy kell olvasni a latin betűket, mintha te hogy angol legyél. Ha angolot tudják olvasni úgy, és úgy átadták a magyaroknak, és elfogadták nemzetközileg, hogy neked angolul kéne tudod először úgy kiolvasni a fonetikut, és akkor mondod kínaiul. Érted, amit mondok? Három nyelven kéne beszélned, hogy két nyelven kéne beszélned legalább magyarul meg angolul, hogy tudják kínaiul. Mert külön meg kell tanulni a kínai fonetikát ezért a hibáért. Mert le van írva a latin betűkkel van leírva, ami angolul van végig gondolva, angol fonetikával, angolok jól mondják, tehát angolok jól fogják kiejteni, te nem. A magyar meg nem, nyilván. És a magyar nem, és így tanulj meg kínaiul. Nagyon durva dolgok vannak. Én nagyon tudatlan vagyok. De érted a trükköt? Érte, igen. Nagy trükk. Hogy akkor mi van a Szent Istvánnak a fiához intézett intelmeivel, akkor az milyen nyelven maradt meg? Mert én azt csak mai magyar fordítás. Nézd, ugye a legegyszerűbb az, hogy ugye te már biztosan tudod, mert tudom, hogy nektek meg volt az Arvis úr nevezető könyv. Na most ez elég durva. Te olvasod az Arvis úrát? Hallottál róla úgy? Tehát az egy óriási, én azt mondom, hogy még nem egységes rendszer, de egy óriási rendszer van benne leírva. Tehát az a furcsa benne, hogy teljesen másképpen szól a Szent Istváni úgymond államalapítás abban a olvasatban, mint ahogy nekünk tanítják ma a történelem könyvben, ha így tetszik. És mivel én emlékszem arra a korban, mert tudom is, hogy ki voltam abban a korban, fontos személy, és pontosan megvan, hogy mi volt a szerepem, és én azt előbb tudtam meg, mint olvastam az Arvis urát, és az volt benne leírva az Arvis urában, ami velem akkor történt, és úgy emlékeztem rá. Tehát ott egy kicsit furcsa volt az összecsengés a dolgoknak, tehát hogy most mi az igazság, a történelmi igazságot keressük, vagy a való igazság, és a való igazság az közelebb volt az Arvis urának egy bizonyos fejezetéhez, az én saját életem szempontjából, mint amit történelme tanítottak róla. Azért kezdtem úgy, hogy itt voltál már, akkor mondtam, hogy édesapám azt mondta, hogy én besenyő vagyok. Tehát
így megy a mi családunkban, a lányomnak is ezt fognak mondani, hogy te besenyő vagy. Mert nekünk ez így hagyományozódott végig a időszakunkból. Ja, mama, nem, apukám mondta, hogy apai ágon mondtam, most mondhatom, hogy anyukád, micsoda, hogy nagyjából tisztában legyen, de annak nincs értelme, azért mondtam az elején, hogy van egy olyan négy csoport, aki miatt állítólag ide költöztünk a Kárpaton túlra, mert a besenyők küldöztek minket, ez az első, amit tanultam történelembe, és akkor az apám meg azt mondja nekem, hogy én besenyő vagyok, akkor üssem magam, hogy én üldöztem, idáig zavartam a magyarokat. Tehát logikája nincsen, tehát ugye a családon belül mindig úgy van, hogy elvileg kevesebb a torzítás, ugye, ha logika így kívánja. Miért tartoznánk szívesen, apám vonalán van, miért az lesz szívesen egy olyan négy csoporthoz, akit az egész történelemben a legrosszabbak közé soroltak, érted? Nincs logikája. Csak úgy lehet, egyetlen logikája van, ez a valóság. Tehát az van, hogy a apa, a nagypapa, stb. Körül, ugye csak az egyik ág mindig, mert a másik ág mindig jöhet bárhonnan. Valakkor emlékezett szerint még emlékeztek, hogy de ezer évről beszélünk, hogy add tovább, hogy te besenyő vagy, neki is a nagyapja mondta, az apámnak is nagyapám mondta, hogy te besenyő vagy. És akkor ez így szájról szájra terjed, így lehet terjeszteni. Azért mondtam, hogy a ezer éves történelemmel csak itt rendelkező államot hidd el, hogy olyan nincs, hogy nincs mögöttem, mit tudom, 100 000 oldalnyi, vagy valamicsoda annyi ilyen, tehát valamennyi mennyiségű írott információ. Tessék? Vannak olyan korszakok nálunk, ahol eltüntették végül, ugye ezt úgy... De nem papírra írtak, vagy más, mit papírra is írhattak, azokat biztos, hogy eltüntették, de látod, a faragott dolgokat nem tudták. Az a nagyon nehéz, meg a kőbe írt dolgokat, mert az nem ég el. Érted, nem voltak ilyen zúzógépek, amikkel zúznak. Az embereket eltudták, ha azt mondod, hogy hosszú éveken keresztül, hogy be van tiltva valami, azt jelenti, hogy ha megtalálják nálad, meg a családod, vagy bárkinél, akkor az egész családot felkoncolják, Szent Istváni alapításról beszélek. Az Alvis úr ír ilyenekről egyébként, tehát azt is kell tudni, amire én emlékszem, mert ugye a történetben, ami le van írva, nem ugyan a saját emlékeim szerint, hogy ugye ott az volt a nagy választás, az István ezt választott el, volt a két, hogy a keresztény, keresztények voltunk már akkor is, amikor ide költöztünk. Hogy most a bizánci kereszténység felé tolódik el az ország, vagy a római. Tehát ugye ketté volt már szakadva akkor, már éges végig. És a Istvánnak egy választása volt, ez a választása, és ő a rómait választotta. De az egész alvisúra leírja azt, hogy a bizánci kereszténységet, ami egész erdélyi bizánci keresztény volt, hogyan csak csatákról ír, meg háborúról, meg lefejezésekről az alvisúra több fejezete, és én arra emlékszem, már régebbről. Tehát mi nem olvastam az Arvis, arra emlékeztem, hogy ott az történt. Tehát, hogy ezért mondták, hogy tűzzel vassa a vérrel. De ez a múlt, tehát ez nyugodjon békében a mi múltunk, most itt vagyunk, az a lényeg, úgyhogy... És a magyar nyelv az nem veszett ki, és nem változott még semmit. Mert nem tudott. Ugyanaz volt, mint ezer éve, hidd el. Az igeidők változtak, mindig azok változnak, de a kalapács az kalapács, a fa az fa. Miért nevezném másképpen? A tányér az tányér. Az informatikával jöttek be például új szavak, ezt mindenki mondja, hát az oroszban is megnézed, az orosz, onnan lehet tudni, mi az orosz, ami civil betűs, és ott egy csomó olyan szó átkerült, ilyen régi, ilyen új szavak, amik nem voltak régen. A kínaiban is megjelentek ilyenek, hogy trolli, meg villamos, meg ilyenek, nem volt hozzá képjel. És ami nincs hozzá képjel a kínaiban, hanem ki van írva ilyen szótagokban, vagy betűk szerint, az azt jelenti, hogy mind új szó. Innen lehet megkülönböztetni. A régi szavaknál, a kínai nyelvben pedig egy darab képjel volt, csak mind összehozzá. Az egész kínai írásmódot egyébként meg az öt elemnek a rajzára vezetik vissza. Tehát a föld, a tűz, a levegő és a víz elemeknek a különböző öt elemnek a fa, mi volt még? És azt hiszem a fém, azoknak az elemeire vezetik vissza az egész írásmódnak a kialakítását. Tehát ugye azok fejlődtek tovább. Ez az ő mondásuk szerint, tehát többen is jelentkeztek, mondjad. Csak annyit akartam mondani, én sem vagyok olyan komoly nyelvész, csak olvastam könyveket, amelyekben Varga Csabára is hivatkoznak,
hogy az ógörög nyelv az végtelenül hasonlít a magyarhoz. Legkönnyebben úgy lehet összeazonosítani, hogyha az osz végződéseket ledaraboljuk a szavak végéről. És akkor meg is volt még aztán Varga Tibor volt még, aki erre nagyon sokat beszélt. És a szótárat nézegetve megdöbbentő volt, mert az esetek 70%-a az teljesen jól érthető volt magyarul. És akkor végig gondoljuk, hogy akkor miről beszélünk, hogy ez ilyen nyelven van, az meg olyan nyelven, hogy az ógörög az hagyományozta a latin világ felé, a latin világból az indo-európai, ha egyáltalán beszéltünk ilyenről. És Varga Csaba az egyértelműen kijelent, hogy az angolok félig magyarul beszélnek. Az a gond, hogy a magyarok sem, hogy mondjam, magyar nyelv az itt van előttünk, de ilyen összefüggéseiben... Nem magyar. Oké, de olyan összefüggéseikben, ahogy én a magyar, csak a magyar nyelvvel foglalkozott, nem más nyelvekkel, a magyar nyelvvel is elég nehézkes foglalkozni. Tehát a belső tartalmát, hogy most leírtam azt, hogy világ. Nem véletlenül van így leírva. Nem beszélem azt, hogy chi, ri, bi, tehát mindegyiknek van jelentése, chi, ri, bu, tehát a chi az az egyik erő, a ri, tehát mindegyik szótannak van jelentősége, teljesen másképpen kell felfogni. Tehát az a gond, hogy a mai nyelvet úgy próbálták a latin séma szerint szétdarabolni a nyelvtanunkat is az alapján, hogy ennyi igeidő van, így működik, stb. Teljesen másképpen működik, tehát maga a szórendszerünk is teljesen másképp van, így a feleségemmel szoktam beszélgetni, így mögöttem áll. Jól beszél angolul és németül, hogy mondok nekik ilyeneket, hogy a fejembe ötlenek ilyen szavak, mint tudom én németből vagy angolból, amiket nagyon szoktam nevetgélni, és akkor így kérdezem tőle, hogy mit tanult az egyetemen ezekről a szavakról, és akkor vagy megerősít, vagy elgondolkodik ő, és hogy így tényleg ez azonosságban ez közelíthető egymáshoz. Tehát ugye erről, hogy külön jelentéssel van például a chi, tehát ugye ez Kínából, a kínai nyelvből vagy a keleti világból tudhatjuk, de erről soha nem hallottunk az iskolában, hogy ezeknek külön jelentősége lenne, hogy ki, chi, stb. Ezt úgy tudtuk meg, hogy találkoztunk most a kínai nyelvvel gyakorlatilag, tehát különben nem foglalkoztunk vele soha. Hogy ugye a ki az a férfi erő, a csí, meg a női erő. Tehát és a kicsi szalomba az ott van. Tehát teljesen más aspektusból, Varga Csaba is, nem tudom, hogy ő olvastad-e valaha, teljesen más aspektusból gondolja. Tehát úgy lehet, hogy igaza lehet, hogy az angol, de nem úgy gondolkoznak magyarul, vagy nem úgy beszélnek, ahogy mi mondanánk, hanem csak ki kell fordítani ahhoz az ő gondolkodásukat, a nyelvüket, hogy ez a mondat értékes lenne és értelmezhető. Ő lement a szavak és szógyökök értelmére, és azokat viszont megtalált szinte mindenütt. Szógyök szinten lehet, hogy hasonló nyelven beszélünk, igen. Csak magát a szógyököket nem értjük, mert a saját nyelvünkben sem. Tehát el kell fogadni azt, hogy ez így van. Ott van például az a van szó. A van szót úgy írod angolul, hogy one. De egyébként meg van. Közben a van szó, az azt jelenti, hogy a van, az itt és mostnak az a jelentése az időfizikában, hogy amikor a két teremtő találkozik, az a van állapot. Akkor jön a létezés igazából. Egy érdekes szó, mert a etruszkok. Van. Egyik tahion, másik tahion. Találkozási pont. Ez a van szó, értelme. Ilyen betű. Akkor már megtörtént a találkozás. Tehát egy képies, teljesen képi formája és logikája van ennek a szónak. Tehát ez a két tahion, aki egymásba fog majd fordulni, ez a kettő, ez meg amikor már megtörtént a találkozás. Ez a nebetű. Ez meg a női principium. Tehát ez nem magyarázat, hanem ezek jelképek voltak régen is. Csak van azt jelenti, hogy egy. Értem, amit mond, csak nem foghatom. Mert nagyon sok szintjei vannak. Tehát azért mondtam, hogy a kínaiak öt írás egyet tartanak, ami fontos, az a őzvízelegő föld. És a fém. Ezt az ötöt tartják, és abból vezetik le az egész. Ezek külön tudományák Kínában is. Akik ugye tudósok foglalkoznak ezzel, és
nem tudom milyen szinten vannak, hát ez egy örökkutatási téma, tehát itt a sumerológia, amit folytattunk, meg a többinye ugyanehhez kapcsolódott, hogy azért mondtam, hogy jelenleg nincsen egy sumér se közöttünk, aki 3000 éve folyamatosan köztünk él, meg egy asszír sem, meg senki, egy babiloni sem, tehát minden, amit mondunk róla, egyiptomi kultúráról is, az egy feltételezés rendszeren alapuló valami. Kínai nyelv még van? Japán nyelv még van? Tehát ők még emlékeznek rá, hogy hogyan alakulnak ki a nyelvek, vagy a írás nyelvek, inkább így mondom, egymás között. Ez egy nagyon nehéz talaj. Tehát, hogy megvan fejtő, hogy Gyuri mutatta, volt ez a egyiptomi írásnak a megfejtése nevezető sztori, de az sem a végleges. Ott is rengeteget kell még dolgozni, nincs megfejtve egy csomó írás. Egy érdekes dolgot szeretnék így hozzáfűzni ahhoz, amit elmondtál, hogy maga a kínai nyelven, illetve a japán nyelven, ugye mondtad ezt a kémekcsi témakörös, hogy a ki és a csi szó az más jelentés tartományjal is bír, tehát egyszerre jelent mind a két nyelven a ki és a csi ugyanaz a témakör, jelenti a levegőt is, lélegzetet is, tehát sok más minőséget is jelent, nem csak egyetlen egy dologra, az előre vonatkozó kifejezés a ki vagy a csi. Köszönöm, hogy ilyen játékokat játszunk, hogy a japánban az ima, tehát az a szó szerint így mondják ők, hogy ima, azt jelenti, hogy jelen. Nem cseng össze valakinek valami? Tehát le van írva az írás jelenti, hogy ima, azt jelenti, hogy jelen. Tehát ahogy leírjuk ma így ezt a két írás, hogy ima, japánul azt jelenti, hogy jelen. Véletlen, nem? Ezek a véletlen egybeesések azok, amiket mi igazából keresünk az összes ilyen kutatás, meg egyebek környezetében, tehát most már tudjuk, hogy az ima mit jelent, azt jelenti, hogy jelen lent, tehát hogy annyira összecsengő dolgok, és akkor így a magyarban is megvan, ilyen kifordított, el kell menni egy másik nyelvbe, megvan egy ilyen kulcs, és visszajönni a magyarhoz, tehát én mindig ezt tud csinálni, vagy ez a játéknak mondom, mert ez nem egy más dolog, tehát ezért nem fogunk tanszéget alapítani, bár mondom, így a saját, úgy hívják ezt, hogy nyári egyetem, megalakítottuk még évek ezelőtt a nyelvi tanszéket, aztán mivel egyéb elfoglaltságai miatt nem volt időm ezzel foglalkozni, ezért ugye kicsit ez a dolog hátrább sorolódott. Tehát a családalapítás előre is sorolódott, mint a többi. De maga az élménye ennek, meg a játéknak az élménye, én azt mondom, hogy maga az időfizikának is kell lenni egy ilyen játéknak, egy ilyen élménynek. Régebben sokkal jobban fejlődött, voltak ilyen programozók, itt például a Podi, fantasztikus, egy függvényvilágot tárt föl elég, nem csak úgy, hogy egy-egy modellt, hanem egy mozgó függvényvilágot, nem tudom, ki látta, ki emlékszik rá, hogy volt egy előadása, Podolski, a Podinak mi a keresztneve? Péternek, a Podolski Petinek volt itt egy előadása, és fantasztikus volt, hogy maga az időfizika, amiről most itt beszélünk, az egy függvény, az egész, tehát az összes eleme, legalábbis jelentős elemei kijöttek egy matematikai modellből. Benyomta a gombot, hogy enter, teremtés, enter, és csak így néztük, hogy mi a csuda. És azt jelenti, hogy megtaláltuk azt a függvényt, ami leírja az univerzumnak az egy kezdetét. Tehát egy függvényrendszert igazából. Amikor itt láttam, az Gyuri is így nézett. A szív is maga, a szívforma, meg minden. Ő volt az első, aki ezt megfejtette, hogy kijött a szívforma, és az is fantasztikus volt, hogy elkezdett így forogni, hogy megértettük, hogy mi a lényeg ennek a szívnek. Mindenki azt mondja rá, hogy az egy ilyen néprajzi motivum, hogy szív. Közben egy ős elemnek a formája. Ős elem formája. A szív. És több a jelentése attól, hogy mint magyarul is mondjad, így a szív az a egyik szervünk is, meg ez egy szó is. Tehát mindig azt kell keresni, az ilyen szó azonosságban, azonos alakú szavak a titkok. Tehát a több értelmű, meg az azonos alakú a körte forma, mindig mondják, hogy hát csak azért van, meg így, meg a szív. A szíve, van két jelentés, és mondja, egy fölnév, meg van egy ige. Ez is ugyanaz, meg az öl is ugyanez. Maga az ige, és maga van egy fölnévi jelentése is. Egy térbeli és egy időbeli jelentés általában minden szónak van.
De lehet, hogy maga az időbeli ugye az a cselekvés, történés fejező dolog ki, igen, és a másik a térbeli, az meg maga a formai jelentés. Lehet, hogy neked van igazad, és akkor ez így jól összekapcsolja így a térbeli és időbeli jelenség. Ugye a téridővel kapcsolatos, ugye azt nem lehet külön választani egymástól. Tehát így nyelvészkedtünk itt, meg így próbáltam a nyelven is, ugye azért mondtam, hogy így külön választani a dolgokat, hogy fekete meg fehér, mindig van valaminek az ellentéte, kívül meg a belül, az is csak nézőpont kérdése. Tehát így föl lehetne építeni az egész magyar nyelvi rendszert, hogy a kettő kapcsán, a kettő fogalma, az szerintem az, ugye a kettőhöz van még egy, a két fogalom tartozik, ami a negatív fogalom, a kettőhöz tartozik a fél, a két darab fél és a félelem, és van még egy szó, hogy a kétség állapota. Az csak azt jelenti, hogy kettős állapot, tehát igen vagy nem, tehát az egy ilyen egyik része a félelemmel talán, hogy egyértelműen azonosul, a másik a kettősség. A kettősség nem azt jelenti, hogy valamire egy rossz, hanem kettő van belőle. De az nem rossz, tehát nem egyértelműen a pozitívból, negatívból, tehát nem rossz állapot számomra a kettő, hanem kettő. Két kezem van, az rossz, nem. A kettő fogalma az egy ilyen érdekes dolog, a kétség ugye, hogy csak kétségbe esik valaki, ott van az a fogalom benne, hogy az nem egyértelműen jó. Sőt, inkább a nyelvünkben, a emberek többségében az a kétség az alapvetően a negatív energia, de ugyanakkor nem lehet elfejteni azt, nem szabad elfejteni azt, hogy a kétségből esünk az egységbe, és egy ilyen vicc formájában terjed, hogy kétségből mindig egységbe kerülünk, tehát kétségből lesz mindig egység. Azért fontos, hogy egy, kettő, és akkor mindegy. Tehát van egy ilyen körforgás a felismerésnek és az útnak is. És jelentkezik? Igen. Mondja. Szóval csak annyit akartam volna így mondani, hogy a kétséggel kapcsolatban bennem megjelenik a félelem is. Tehát, hogyha a kétséged van valamivel kapcsolatban, akkor valamilyen félelmed is van, nem? Félelmed, de inkább bizonytalanság. Tehát a bizonytalanság az félelmet is jelent valahol. Igen, érzetszintjen lehet. Lehetőség a félelmünk. Azt mondod, hogy a kétség az egy lehetőség a félelemre, de nem azt jelenti, minden esetben, nem minden esetben félelem a kétség, vagy a kettősség. Ezért mondom, ezt tudni kell, ez nehéz ezt így elhinni, hogy ez így van, de ez csak egy logikai gondolkodásra gondolok, most nem az érzelmire, hanem a logikai. Ha érzelmire, akkor persze félem, de a logikai, hogy kell kettő. De szükség van a kettőre. Ez a lényeg. Tehát a választásnak a lehetőségére mindig szükség van, hogy az legyen jó, vagy rossz, vagy bal, vagy jobb. Ugye ez a lényeg, hogy mindig legyen. A kettő az a választás lehetősége, hogy vanília, vagy csokoládéfagyi, vagy fehér, vagy fekete. Tehát erre szükség van, különben nem alakult volna, nem jött volna létre maga ez a lehetőség. Tehát ezért jó az anyagi világ, azért mondtam, hogy a matéria, meg az anyaság, tehát vannak van közel, tehát az anyagi világnak anya világ. Tehát az anyagi világ az anya világa, tehát a nőiségnek a világa egyébként. Tehát a külső részében mindenképpen női principium az anyagi világ, de egyébként meg valójában is az. Ez ugye egyértelmű, hogy az anya és az anyag az ugyanaz a szó. Mert a más nyelvben így is van, matéria, meg mater, tehát ugyanaz a két szó. Nem véletlenül, és magyarban is megvan az azonos. Egyéb kérdések? Felmerülés? Lemerülés? Kimerülés? Nem tudom, hogy minden professzornak a kutatásai mennyire illenek bele a képekre. Kinek a kutatás? Alinei az olasz professzorát, aki végül is mondta 2004, hogy az Az a probléma, hogy amit mondtam, ez 2004-ben volt? Ez 2004-ben volt. Tehát a nyelvészeti tanszékünk az 2001-ben jött létre, és akkor már mi ezt tudtuk. Tehát olyan dolgot, ami 2000, mondjuk csak vicc, de a tudás az végtelen, meg a... Mikor? Nem tudhatom, 97-ben? 97-ben. Szóval nem tudhatom, hogy valójában ő mikor, csak Magyarországra rekordozták. Tehát miért kell nekünk, tehát, hogy mondjam, ahhoz, hogy ez a szokásos, jó, hogy idegen embert ide kell hívni egy professzort, azért szokták ezt csinálni, mert ha ő mondja, akkor elhiszik. Ha én mondom, nem hiszitek. Azért fogok állták ki, hogy
hogy hát nagy tömegbe hallatodjon. Valamelyik nap a netre rámentem, mert a finnugor rokonságot köpték meg. Ja, mondja a finnugor, nekem hát mondom a finnugor. Ezek még mind... És hát nagyon megköpöttek, amikor hát a... Ez egy régi lovas téma, ez a finnugor dolog. A finnugor Magyar Baráti Társaság az 1848-ban jött létre. Létrehozója, annyien téma van, amit érdekes, semmi köze a Széchenyihez persze. Létrehozói úgy gondolták, hogy volt, akkor még nem úgy hívták, hogy Helsinki, hanem volt valami más neve, mert ugye nem volt, még Finnország sem volt, tehát előtte egy más ország volt, és Finnország is ekörül jött létre, egy baráti országá vált, és valami más, egész jó neve volt Helsinkinek. Nem jut eszembe a neve, és akkor gondolták, hogy milyen jó lenne ez Magyarországon ezt létrehozni. Létrehozták, semmi köze nem volt sem a magyarsághoz, sem az egyebekhez, és akkor kezdődött ez a finn-ugor elméletnek a terjesztése. Ez egy terjesztési folyamat volt, ebben különböző személyek, meg kell, hogy mondjam, nem teljesen magyar számos személyek vettek benne részt, konkrétan nevesítve vannak a személyek, tehát egy külön DVD-n van erről, ami erről az egész sztori benne van. Ez egy tudatos magyarságra rombolás, egy szóval. És akkor még egyet meg lehet szeretni? Erről inkább csak információkat másolnánk, tehát másolni erről információkat, de mert hogy veszélyes a anyag, ami rajta van, tehát neked is veszélyes, meg nekem is veszélyes, mindenkinek veszélyes. Semmi nincsen hozzá, csak weblapok vannak letöltve egyesével, még lehet olvasni az egész sztorit. Ugyanúgy, mint el lehet olvasni azt is, hogy a Széchenyi István hogy alapította a mai Tudományos Akadémiát, amit amikor meghalt, akkor azt mondta, hogy ő ezt soha többé nem akar, tehát nem akarja a Tudományos Akadémiát. Második, vagy... Megszültette, nem, ő úgy halt meg, hogy feloszlatta az akadémiát. Nem oszlatta föl, nem oszlatta föl, hanem a Bécsben hoztak egy döntést, az is benne van ezen a DVD-nél, Bécsben hoztak, le van írva, megnézted, Bécsben hoztak egy döntést, és ő azt mondta, hogy ő ezt nem fogadja el. A Magyar Tudományos Akadémiának az alapelveit Bécsben hozták, németül hozták. Azt mondja, Ferenc József hozta a törvényeit, és ő személyesen nem fogadta el, a többi tag elfogadta. És ezért ment tovább a Magyar Tudományos Akadémia, Széchenyi. Lenyúlták az akadémiát. Nem nyúlták le. Nem nyúlták le, hanem Bécsből küldtek különböző hivatalnokokat, akik akarták végül is működtetni, és ők nevezték ki az ő általuk elfogadott akadémikusokat lehet csak Magyar Akadémián kinevezni, és ezt a Széchenyi azt mondta, hogy ezt nem fogadja el. Ferenc József nevezte ki az akadémikusokat. Ez magyarul is megvan. Elmentem a több helyen is jártam, az Országos Széchenyi Könyvtárban, meg a Szabó Ervinnek, a fővárosi Szabó Ervin könyvtárnak a gyűjteményébe jártam, ahol kikértem Széchenyinek erre vonatkozó műveit, tehát ilyen írásait. Megkaptam egy olyan 150 éves, vagy ilyen 100-120 éves könyvet adtak nekem olvasásra, nem hozhattam el, még senki nem olvasta. Tehát ki van nyomtatva az, hogy mit mond Széchenyi erről az egészről, és senki nem olvasta el. Mert nem volt kinyitva még a könyv, de ki volt nyomtatva, a köteles példány le van rakva ugye ezekből az irattárakba, senki nem olvasta még, ennyit érdekel, ennyire érdekel az embereket ez a dolog. Ennyire tudják. Megismertem. Megismertem, de nem hiszi el senki, látod? Hozhatom a dokumentumokat, mondta másnak is, aki Bécsben él, itt van egy ilyen kedves hallgató, és mondta, hogy el is küldtem neki Széchenyinek a német nyelvű levelét, erről ugye többet jobban beszélt németül, mint magyarul. Úgy vannak leírva a levelek is, hogy németül, magyarul, ami csak magyarul van, valami csak magyarul van, és valami csak németül. De többet ír németül, mert kevesebbet beszélt magyarul. Egyébként ezt is kevesen tudják a nagy Széchenyi, tehát mert hogy innél, tehát ő a legnagyobb, úgymond ilyen nemes volt, aki akkor az ügyér kitett. De ő már nem maga, alapítókirat, és nem találta meg az ott, nincs alapítókirat, ami a Tudományos Akadémiának. És akkor meg ki felhívtam egy püspököt, mert nagyon zavart a téma, és volt egy ilyen püspökök kicsinat, ahol a református első ember felhívtam, és akkor mondta, hogy ebben a témában ő is tette egy megjegyzést a televízió, Magyar Televízióban, és felhívtam, és mondta, hogy csak nem azt akarja, hogy megtalálja a Magyar Tudományos Akadémiát. Ő mondta, tettem fel két kérdést neki,
ugye nem az a gondolat van önnél, hogy megtalálja a Magyar Tudós Akadémiának az alapítók iratát, mert akkor ugyanúgy járna, mint hogyha a magyar államnak a hivatalos okiratát keresni, azt mondta, az nincs. Tehát nincsen alapítók irata a Tudományos Akadémiának. Tehát van egy csomó intézményünk, ami intézmény van, okirat nincs. Tehát nincsen hivatalosan elfogadott, aláírt, mert nem tudják, hogy hol van. Vagy hol van, vagy nincs is. Nem, Széchenyi azt mondta, hogy az, amit a Ferenc József leírt, ő így leírt, azt leírta, ő ezt nem fogadja el. De akkor ki fogadta el? Ez a kérdés, ugye? Ki fogadta el? És mert az van benne egyébként, hogy csak Ferenc József által úgymond jóváhagyott személyek lehetnek az akadémikus, és ez a lánc ez folytatódott tovább. Tehát nincsen mindenki, akik 17 előtt ki lettek nevezve ezek az első háború előtt, azokat mind Ferenc József nevezte ki, és azok híresztelték, hogy van egy finn magyar, vagy egy finn ugor ilyen elmélet, semmilyen rokonság, nem ilyen rokonság van, hanem a törzsek között volt valóban egy olyan ág, aki a finn törzsek kapcsolatban volt, de hogy nyelvrokonság nincs, az ilyen direkt módon semmilyen szinten nincsen. Figyelj, amikor volt egy barátom nálam, akiket feltüzelnek ezek az információk. És jó, mert nem az, volt egy barátom nálam, akit feltüzeltem, hogy hú, így nézzen utána a dolgokat, mert az ember nem szívesen, vagy megtalálja, vagy nem. Hogy elolvastam, és mondtam neki, hogy vannak ezek a jobboldali dolgok, ami mostanában lehet hallani. És akkor megkérdeztem, hogy te olvastad már a Trianonról van szó, olvastad már egy egyezményt? Tehát a Trianoni egyezményt olvastad már? Azt mondja, nem, miért? Hát mondom, vegyél fáradtság, és olvasd el, hogy történt. Hogy ki miatt vagyunk ebből a nagy szarba. Ki írta elsőnek szerintetek? Az amerikai nemzeti, az Egyesült Államoknak az elnöke volt a legelső aláíró ennek az egész paktumnak. Mert paktum, tehát nem olyan egyesség, amit nem rajtunk kívül hoztak, ellenünk. 3-ba vagy hogy? Tehát ez a durva, ott van, oda van írva, nem, alá van írva. És a vicces az, hogy nagyon szomorú, hogy a monarchia ugye megszűnt, és a maradék ország felé, tehát a Ausztria felé nem volt háborús követelése a nemzeteknek, csak Magyarország felé. Na ez hogy magyarázom meg? Tehát nem kellett fizetni, tized annyit kellett fizetni a monarchián belül levő háborúnak egyik fő országának, mint Magyarországnak. Tízszer annyit fizettünk, majdnem az összes várost megsarcolta maga az egyezmény. Benne van írva, hogy mennyit kell fizetnünk, hány évre, meg stb. Tehát le van írva, nem tudom, milyen valutában van leírva, le van írva, hogy ennyit és ennyit kell ellentételezésért, a károkért fizetni a Magyarországnak, és le vannak írva, hogy mennyi az összeg. Tudom, hogy Ausztriának is mennyi, és tized annyit nem, egy komoly nagy országnak, aki belevitt minket az egész játékba. Németországot sem büntették meg annyira, mint Magyarországot. Úgyhogy, és magyarul le van írva, megvan az, mert több nyelven van, meg azt hiszem angolul, franciául, de meg lehet nézni, hogy le lehet tölteni az interneten, hogy igaz-e, ugye, amit én mondok, hogy a fordítás igaz-e. Ott van angolul, franciául és magyarul, vagy 300 oldal. Tehát a maga ez az egész a trianoni béke szerződés, ami egyébként paktum. Tehát abszolút magyar. Hogy lehet az, hogy 20-as években Magyarország ellen hozott? Mi ezt nem is értettem, hogy tehát hogy képzelik, vagy mi az oka, vagy mi lehet a háttérre, hogy ennek így kell lennie. Tehát nem is érti az ember igazából, hogy miért. Hát biztos valami oka van, csak nem jutott el a tudatunk. Tehát gyakorlatilag mindig azóta is folyamatosan csak vesztes oldalon vagyunk ilyen szinten. Valamiért ez egy ilyen élet. Energetikailag éreztem ezt. Tehát én ma is trianoni szindrómának nevezem, amikor 30%-ban mi vagyunk benne. Tehát amikor a gyűlölet energia működik, és ahhoz a két úgynevezett idegen hozzá kapcsolódik.
Ez onnan tudom, hogy dobogókon előttest kellett tartani, és hát majdnem meghaltam. Mert éppen az egyik adagok az iszonyatosan gyűlöködött. Na most hozzáteszem, hogy... Elég egy ember egyébként. De elég egy ember. Elég egy ember. És betanítottam előtt egy villanyszerelőt így energetikára, azt ő mentett meg. Mondja, hogy most kipróbálom. Egy ember gyűlölet elég, tehát elég. Még hozzájárul. Bőven elég egy rossz akaró. Mert egy emberen keresztül az egész csatorna meg tud úgy nyílni, azt állni. A létező, igen. Nem, és nem az, csak egyszer el kéne fogadni ezeket a tényeket, és nem fölépíteni egy jobb oldalt, vagy működtetni egy jobb oldalt, hanem meg kell érteni, hogy vissza kéne menni a gyökerekig, hogy mi lehet a háttérben. Tehát ez történelemről van szó, tehát ez hat ránk, tehát ez a múltunk. Az kérdés az, hogy ezt nekünk el kell fogadni, hogy ez így hat ránk. Tehát, hogyha kötnek egy rossz szerződést az országra nézve, hogy el kell fogadnunk, hogy ezt a gyerekeink nyugik, hogyha most építünk egy olyan autópályát, ami olyan hitel van, amit nem is bírunk kifizetni ország, az 20 évig olyan 7 évben, úgy van, 7 év ezelőtt hoztunk olyan... Kisebb, akkor kérdezik meg. Ha megkérdezik, akkor azt mondják, hogy ése, kérdezzük meg. Tehát az olyan felhatalmazás van a kormánynak, meg az országgyűlésnek, hogy a 20 évre hoz. Tehát, hogy van az, hogy egy 4 éves kormány 20 évre hoz döntést? Hát most mondom, az esztergomi önkormányzat a 4 év alatt hozott olyat, hogy 30 évre el van adózott a város. Tehát 4 éves. Na most ez csak egy város, de... Persze. De ti annak meg 90 éve nyögjük most ilyen szempontból. Hát ugye nyögjük, vagy... Igen. De a történelmet nem tudsz változtatni, mert az már a múlt, tehát ezt el kell fogadni. De meg kell ismerni. De ez nem azon, hogy amiket elmondtam, tehát ugye a jelenlegi magyar történelem, a magyar akadémikusság, meg minden, ami ilyen úgymond szent, akár beszéltünk a Szent Istváni dolgokról, ezekre épül, ezekre a iratokra, meg hagyományokra, de a történelemkönyv át van itatva ezekkel, közben ez nem igaz. Tehát nem igazságot tanítanak a történelemkönyvben, hanem egy elképzelést, egy víziót, amit nekünk most történelemként tanítanak. Tehát az a gond, hogy gyerekeim fognak ebbe felülni. Most mondjam el a lányomnak, hogy mindenkinek el kell mondani a saját szürke perifériájában, hogy mi az igazság. Ezért kérdeztem, hogy megkérdeztem egy kolléganőmet, velem egy idős, hogy, és majdnem sírt. Szerinted a nap az micsoda? Bolygó vagy csillag? Bolygó. Mondom, ne haragudj, de az egy csillag. És sírt majdnem a kollégánőm, 35 évesen. Ezek nagyon komoly hiányosságok, ám. Azt mondta, hogy bolygó. De mondom, akkor mi keringünk a nap körül, mert mint a Föld. Akkor Gyuri nekem is mondta, hogy hát ott vannak a csillagok. És ott? Egy félre ott is ott vannak a csillagok. A csodavigyel. Hogy van ez? Tehát a szemléletmódon nagyon-nagyon kell változtatni ahhoz, hogy ilyen apróságon, hogy az alap alatt a Föld, igen, de az alatt, mivel egy gömbön vagyunk, azért alatta szintén, tehát ezek a nézőpontok kérdése. És ezek elég durva dolgok egyébként, amikor így elmondod valakinek, hogy még milyen lehetőségek vannak. Veszélyei is vannak, mert tehát érted, kiváltottam a munkahelyen egy kolléganőmből azt, hogy majdnem sírt. Közben dolgozni kell, meg mit tudom én. És akkor most szeretni fog engem, vagy nem fog szeretni, vagy... Tehát, hogy most akkor a főnökömnél most be fog engedni. Tehát rögtön egy csomó olyan dolog kezd el, aminek nem tudod a következményeit. Pedig elmondtad az igazságot neki. Most én a finnugor témában jártam így. Úgyhogy, hát sok ilyen téma van, elég ez a pár dolog. Tehát én sem bírtam elolvasni a trianoni békeszerződésünket. Tehát meg kell, hogy mondjam, hogy én nekem is hiányom van. Tehát annyi az anyag, hidd el, az a DVD annyi ilyen anyag van, hogy még 10 évig csak feldolgoznám. Tehát az összesen iratot, amit... Pedig egyszerűbb lenne az igazság. Tudod, hogyha nem feldolgozni kéne nekünk a múltunkat, hanem igazból kapnánk eredeti módon meg attól, aki tudja. És ezért mondtam, hogy az Arvis úrra... Tessék? Egyszerű egy ilyen előadás. Igen. Tehát elvileg a tapasztalat az, hogy a Arvis úrában nincs tévedés, akkor... Nem tudod, mert tulajdonképpen... Az csak azért jó az Arvis úrra, mint egy szentkönyv, vagy akár mint a Biblia, hogy mutat olyan részeket, meg olyan hagyományokat, amik a mi törzsszövetségünk, nem a magyarok, mert hun törzsszövetségről van szó,
hogyha mi a részünk, akkor sokkal több, mint a jelenlegi történelmünk. Többek vagyunk, sok ezer éves múltal. Akkor nem egy kis Budapest vagyunk a világ tengerén, hanem egy nagy Magyarország. De nem azért, mert ezt vizionálta valaki, hanem az igazság, tudod? Tehát mutass még egy ezer éves államot. Hol van még több egy? Több mint ezer éves. Több mint ezer éves, de jelenlegi... Több ezer éves. Jó, a jelenlegi területen most államról beszélünk, tehát az állam az azt jelenti, hogy megállt valahol, tehát hogy itt áll ez ez a ország, tehát nem abba... És a másik az, amin kutattunk, ugye a kínai kapcsolatok. Voltunk a kínai nagykövetségen és a Gyurival. Én minden... Nem állok meg én veled beszélgetni, hogy elmegyek a legmagasabb szinten, ahol tudok. Kértem időpontot, és adtak. Akkor bementünk, és a kulturálisokkal sikerült beszélnünk egy-két órán keresztül. Ő nem volt ezekbe a dolgokban annyira beavatva, tehát a történelme egyebekbe. Csak ezért kapcsolódtunk el egy olyan könyvhöz később, ami ugye a hunok és a kínai történelméről ír. Ez a most Xiongnuk-ként szerepelnek benne ők, tehát nem azt hiszem, ők a déli hunok. Tehát a hunoknak sok vannak fekete hunok, meg fehér hunok. Tehát az ember rájön, hogy mi a hunok, akik nincsenek még ennyi, meg vörös hunok, ennyi megnevezése van, hogy fekete hun, meg vörös. Az égtájak szerint voltak így, ugye, szétválasztva, hogy merre volt az országban, merre mentek el, vagy ugye Sziepéken éltek régebben. És akkor elég nagy irodalma van ennek, az interneten biztosan. Csak ugye mi nem vagyunk velük azonosak, ugye ez erről szól a hír. Közben ezt meg nekünk kutatni kellene, hogy akkor miért Hungary-nek hírnak minket. Az András Halvi oldotta meg tavaly nagyon jó, mondja, hogy igen, hát Bulgária, mert mindenki húsnak azt jelenti, hogy finnek vagyunk, akkor miért nem neveznek minket Fingáriának? Na hát a nagy nevetés. Ez mondjuk poén. Tehát az egyedüli legjobb poén volt. Ez nagyon durva, ezt nem hallottam. Jó, de hát ez egy szenzációs volt, és sorolta föl, és a végig kivágta a rezetet. Nem, mert volt törzsi kapcsolatunk a finnekkel, de nem azt jelenti, hogy a nyelvünk velük azonos lenne. Csak hanem, az, hogy itt tartunk, én számomra olyan szintű rokonság nem volt, mint ami nem több a rokonság attól, hogy most rokonok vagyunk a nem tudom milyen indonézokkal, vagy a bárkivel igazából, vagy egy ősi nép, aki mi is keveréknép vagyunk. Tehát azt nem szabad mondani, hogy a magyarok az egy ilyen genetikailag tiszta, letisztult, szó sincs róla. Rengeteg népcsoporttal volt kapcsolatunk, és ez bennünk ez a tisztelet, ez mindig is él, most is, tehát... És most azt mondjuk, hogy ugye mi megízék vagyunk, ilyen bizonyos fajgyűlöletet próbálnak nálunk elhitetni, hogy azok lennénk. De ez ki van zárva? Hát ez hogy mint? Ránk erőltetik ezt igazából, tehát hogy... De azt meg kell büntetni, ugye aki rossz, azt mindig meg kell büntetni. És ha mi rosszak vagyunk, akkor kapunk majd ilyen büntetést, nem olyan büntetést. Most hallottam, hogy nem hívhatjuk le a IMF-től a maradék részt, hogy szenved a kormány valamivel, tehát mi mindig büntetést kapunk, érdekes. Tehát. Úgyhogy bármerre visz minket a sors, az büntetés, az nyugodt, kérem a büntetést, aztán beszélgessünk, akkor már lehet, hogy tudunk beszélgetni utána rögtön. Mennyi az idő egyébként? Már egy jó étvágyat kívánok mindenki.